Jó reggelt! Milyen reggel, Charlie? Milyen reggel? <laughs> Lackó Attila mondta, hogy olyan a hangod, mint FB2-nek a... A, nem is tudom már melyik podcastben, és a, a, a frász kitöri, úgyhogy most ilyen kellemesen, búgó hangon akartam neki beköszönni, hogy ne érezze úgy, hogy Haló, alól Lackó Attila! Tehát, hogy eszne. <tosz> <tosz> Jó reggelt, itt a tej, itt a fél disznó, hova támaszszam? Mújó, itt, itt vagyunk. <tosz> de miért? Igen, de <tosz> volt Na mi van, Mújó? Fogad? Jelentem, eltűnt a pofázmányomból az utolsó marék amalgám is. Teljesen amalgámmentes lettem. <laughs> BPA is amalgám free. Totálisan. Én is kép... csak... ja, Mondjátok, Tud, Tudjátok, hogy mi a hátránya ennek, hogy nincs már amalgám a pofátokban? Nem. Na mi? Hogyha elmentek egy rádióadó mellett, nem szólal meg a rádió a fogatokban. Mm. Ez óriási hátránynak gondolom egyébként. Valahogy megpróbáljuk ezt a hiányt. Na én meg múlt... Hogy is volt, várjál? Múlt hét... Ah, tököm tudja már, mikor legutoljára az utolsótól engem is megszabadítottak. Na utána volt egy... Nem, ez múlt hét előtt volt, igen. És utána volt... Nem mondom meg, hogy milyen ételt ettem, de a panírja volt, ami a tömött fogam alá került, és ahogy azt összeharaptam, na állítólag a fogorvosom azt mondja, hogy a panírba volt valami, de az meg 40 évig nem volt a panírba semmi a fogam alatt, most volt, na mindegy, lepattant egy apró darab, úgyhogy nem volt az igazi, nem volt komfortos egy hétig ott a rágás, úgyhogy megint átálltam a bal oldalra. Úgyhogy tegnap, tegnap előtt mentem melóból a fogorvoshoz, és mondtam is neki, megnézt, így lepattant, jó, az kipolírozza az olyan pici a dolog, hát mondom, akkor se tudom elhinni, hogy ez hogy működik, az meg magyarázd el, Árpi. De azt mondta, hogy ez ettől van jó. Annyi érzéstelenítőt kaptam, basszátok meg, hogy fél óra múlva a szemhéjamat nem bírtam mozdít. Ö, mozdítani bírtam, de nem viccelek, a szemhéjamat. Tehát a szemöldököm így fogdostam, és na, ott még érzem, megyek lefele, a szemhéj kiakadt, kész. Fú, de durva volt. Na, úgyhogy megcsinálta azt, meg volt a bölcsesség mögötte azt betömte, tehát az egy, szerintem egy negyedórás projekt volt, de a legszarabb a bölcsesség fog dolgozni, mert akkor nyis jobban ki, nyisd jobban ki, és már annyira ki van nyitva, hogy már szétesik az állkapcsod, és mikor a dolgozik 20 percig, akkor utána azért nem komfortos az a rész. Kemény. Minden. Na, úgyhogy úgy, hogy most mi jön? Most jön majd egy hosszabb szünet, és akkor a az a háromnapos hétvége, meg ünnep, meg mit tudom, is én utána, utána héten, akkor akkor jön a a lezáró fázis első etapja, és akkor a polírozás, fog, fogkő polír, és utána <coughs> jön a többi maradék. Na meg... Akkor nálad is látszik az alagút vége. Hát igen, csak tudod, mikor ilyen, ó, nézzünk egy időpontot, két és fél hét múlva, hát ilyenkor az alagút vége picit mindig így megnyúlik. Nem szeretem, nem az szeretem azért, ezt a tökölődést. Nekem már csak egy van hátra, és utána jönnek a metszők, szemek, ihaj, csuha, és aztán pipa, cica. Ezt, nem tudom, melyik adásban mondtuk, de valaki beírta a múltkor valahova pipa, cica, pipa, cica. <laughs> nem tudom, hogy esetleg... Jó, persze, a podcast találkozó. Na, meg ami volt, hogy, <kül> mert ezt mindenki kérdezgette, hogy hogy lesz, mint lesz huszadika, na, hát a, föl kell készülni mindenre, Winter is coming, úgyhogy az utolsó Typhoon GT, illetve hát az utolsó Smoker Store pakkomat megrendeltem, és így már irogattam rájuk, és de tényleg parasztok, tehát egy kurva levelet nem küldenek, ez a tracking number, azt írok nekik, hogy küldenétek valamit, mert láttam, hogy DHL-el adtátok föl, de mégis, na. Hát azóta se jött válasz, csak úgy oda megyek a postaládához hétfőn, nyitom, benne van egy slejfni, ötödikén már itt volt a futár alatt, Jaj, mondom, nézem gyorsan hány nap van, meg kilencedikén néztem, hú, tíz napon van rá, jó, akkor 10-én elmentem, hazahoztam, átalmostam, úgyhogy ért er nem vettem, igen, megkérdezték, miért nem ert vettem, nem ert vettem, mert az örökké valóságnak ö, veszi az ember a cuccokat, úgyhogy a GT2, meg, meg gyűrűk, meg drippek, meg anyám kinya lett a pakban, Handcheck meg volt dobozzal, úgyhogy <kül> ennyi moddal föl vagyok készülve, úgyhogy jöhet a világ vége, és a zombi apokalipszis. Síppal, moddal, nádiegedővel. Hát a nádi hegedűt te hozod, ugye? Abba jó vagy. Ennyi. Fifika? Na és, ja hogy ez már mi történt azt veletek? Hittem, azt hittem azt mondja, <laughs> na és velem mi történt? <gül> <gül> Úgy be voltam baszva, fiúk, nagyon be voltam állva. Meséljetek, mi történt velem. Hát nem fogjátok elhinni, hogy, hogy ugye egyébként dolgozunk éjjel-nappal, de hogy kaptam egy, még egy születésnapi ajándékot. Voltam egy menekülő szobába. Jó. Sikerült elkapnod? <laughs> hát, nem menekült, fogod, tehát, tehát én nem menekülő szob. Tehát én, soha, tehát én azt sem tudtam, hogy ilyen, tehát láttam itt ott tévében ilyen műsor, de hogy, hogy ez már így van nálunk, és így. Ez magyar találmány, ne hülyéskedj. Bizony komolyan nem, nem tudtam, tehát én... Bocsánat, mond... a ráfűzök a mújóra, tehát mújó, melyik más nemzet lenne az, aki azért pénzt kér, hogy téged bezár egy szobába, hogy onnan gyere ki? Hát ugye. De... A rafinált magyarok. Éh. Tehát én, én, rettentően jól éreztem magam, ugye 60 perc szem volt arra, hogy, illetve hát, <kül> ez egy ilyen kvázi kis csapatos játék volt. 60 percünk volt arra, hogy kiszabaduljunk, és uh, <kül> mi volt a, a tematika? A, várjál valami, valami doktor, nem tud, ilyen ufós történet, hogy. Ez uh, pont ment hozzád. Ment, tehát abszolút kitalálták, hogy ez az én uh, világom, de hát ettől függetlenül kurva lakatok voltak, meg számzár, meg nem tudom én, akármi. És akkor képzeld el, hogy, hogy eljutottunk odáig, tehát akkor jöttek be, ha ugye 60 perc után bejönnek, ha nem bírsz kimenni, de hogy eljutottunk odáig, hogy, hogy már a kódot ütöttem az ajtón. És, és kikattant az ajtó, és benyitott a srác. Tehát nem ő nyitotta ki, hanem mi nyitottuk És akkor mondtam, hogy de kurva jók vagyunk, csak megcsináltuk 60 perc alatt. És akkor mondta, hogy nem, nem, mert itt van, itt van még egy kerékpárzár, meg még a külső ajtó. Tehát, hogy így lett volna még Jaj. feladatunk. De aztán így átbeszéltük, hogy mit kellett volna megoldani. Valószínűleg azt is simán meg tudtuk volna csinálni. És ugye az a sluszpoén, hogy volt egy szilofon, amin volt négy vagy öt szám, és a, emlékeztek a Spielberg filmre, a harmadik típusú találkozásokra. Hogy mm -hmm. lehet azt elfelejteni? Na, abba volt egy. egy Tudod, amit ilyen. Bal, vagy kodály módszerrel így lemutogattak egy ilyen hangsor, és azt kellett volna a szilofonon lekalampálni, és akkor az a számsorrend lett volna az utolsó számzárnak a nyitója. Biztos rájöttünk volna, de sajnos így ránk nyitották az ajtót, de jó volt, tehát én még soha nem voltam ilyenben, tévében láttam egy jó párat, és, és, úgy elment az idő, hogy, hogy tudod, amikor először ránéztem az órára, akkor volt 7 percünk hátra. Tehát, hogy addig nem is foglalkoztam azzal, hogy mennyi az idő, mert nyitogattuk a lakatokat, meg ja. tettünk, vettünk, meg oldottunk, meg mindenféle ilyen kódokat, meg akármi. Nekem nagyon tetszett egyébként. Tehát én ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon ki egy ilyet, akár családdal is, mert zseniális. Nekem nagyon tetszett. Hát én... ennyit tudod, parasz gyereknek minden vicc új. Tehát... Nekünk általában <höhem> a csapatépítő tréningeken szokott ilyen lenni, hát nem ilyen, hogy <höhem> szabaduló, hanem, hanem ott is mindig valami, tudod, valami hülye feladat, és aztán megfejtik, hogy ebből mi következik? Jaj, de nem szeretem utána az értékeléseket. Na <kül> mindegy. Jó, de hát az a lényeg, hogy itt vagy, tehát kijutottál. Igen, hát kiengedtek. Tehát... Vagy Ként csak képzel, de, ha volna. onnan kellett nem akarok volna kimenni, csak a mikrofonom kell, meg egy kis internet. Hát, és ott közbe hívnak telefonon, és hogy izé, hogy most tudunk beszélni, mondom, ne haragudjál, nem majd te kiszabadultam, itt vagyok egy pincébe bezárva. Hát még csoda, hogy ne. volt érerőd. Erről eszembe jutott a legutolsó csapatépítő tréning, amin részt vettem, amikor 2000 környékén lehetett, és abban csúcsosodott ki, hogy néhányan fölálltunk a társas foglalkozásból, és elmentünk a közeli kocsmába. Hát ez Sokkal a kis jobban csoportos csapatépítés. Kicsit zokon vette a az úri ember, aki intézte ott a dolgokat, szemlátom, és nem tetszett neki, de mi nagyon jól éreztük magunkat. Legutolsó, mi a 12 dühös embert néztük meg, és értékeltük, na az kurva jó volt például. Nem tudom, emlékeztek-e arra a filmre? Hogyne, hogyne. Hát az egy klasszikus, ne viccelj már. Á, én á, én ez lesz a kultúra. Nem, pici voltam, de arra emlékszem, hogy amerikai eskücékről szól, ugye? Igen. Igen, igen. Dühös ember, ezt fölírtam magamnak. Hát a diszk személyiség jegyeket vettük ugye alapul, és a és ki hogy befolyásolható, és hogy hogy billenti át a, a, a 11 nem egy igenből oda, hogy a végén 12 igen lesz. <coughs> Nagyon érdekes volt. Na, csapassuk, fiúk! Csapassuk! Csapassuk! Rögtön egy vérlázító cikkel kezdjük, mert ugye kitettünk egy videót az az cső old school volt, fiúk, azt én kérek elnézést, tehát ö, éppen indulnom kellett valahova, és ö, annyira nem volt időm, hogy csak azt láttam, hogy még a gép előtt ülök, és hallom a másik szobából, hogy a, a, az elszigi szabályozás, na mondom, rohanok ki. <kül> Mi a picsa ez? Na gyorsan visszatekertem, kivittem az állványt, arra rárögzítettem a telefont, és így parasztba fölvettem az egészet, tehát, és semmi online stream, hanem így, hogy ú, hogy benne legyen, de ne legyen benne a tévének a kávája, úgy egy picit rá, akkor pont valami <coughs> pápás story volt előtte, abból egy másodpercet már behagytam, de annyira nem volt kedvem ott vagdosni. Na, azt fölvettem gyorsan, fölraktuk, és ugye arról szólt a cikk, hogy megint elővettek <coughs> egy elbaszott cikket, vagy vizsgálatot, vagy bármi mást, ami éppen kezük ügyébe került, és meglengették, hogy hát, ez már pedig mekkora danger, meg bassz, és és erre reagált Krisztián Pifkó, vagy Mujó, vagy Pivko Krisztián, vagy ahogy szeretnétek, úgy hívjátok, és a gőzdér... Jóképi fiatalember. Ah. Mellesleg. Jó. Jó, fiatal ember, belefér. És a, 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 a kis saját blogjába írta, te egész közelről ismered őt, Mujó. Egész közelről ismered, úgyhogy vázolt, hogy mit írtál le, és mi lesz a célod vele. Ö, én ezt a Facebookon, a platformon láttam először ezt a megosztást ezzel kapcsolatban, és hőbörögtek az emberek. Úgyhogy bátorkodtam beírni oda kommentbe nekik, hogy teljesen nyugodtan lehet helyreigazítási kérelmet írni az RTL Klubnak, és hogyha nem, akkor pedig panaszt az NMHH-nak és a fogyasztóvédelemnek. Majd vártam, majd vártam, majd vártam. <laughs> és nem úgy tűnt, hogy bárki szeretne helyreigazítási kérelmet írni ez ügyben, és vérlázító ostobaságokkal volt tele egyébként az egész kis videócikk. Úgyhogy a magad uram, ha, ha más nem, elvén kénytelen voltam én megírni. Ez, ennek kapcsán egyébként elgondolkoztam azon, hogy, hogy mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne, hogyha tényleg néha az emberek megfognák a kis pracliukat, és, és írnának egy ilyen kis rövid kelevelet. Mennyivel egyszerűbb dolgunk lenne, hogyha te nem itt meresztenéd a seggedet, hanem az RTL-ben szerkesztőként dolgoznál, és mikor valaki egy ilyen cikket bedob, akkor hogy fölállnál, oda mennél, szó nélkül tarkombasznád, és azt mondanád, hogy te, ez hülyeség. És akkor így nem is kéne ezzel foglalkozni, de egy kiemelek pár mondatot, hogy, hogy megint elvigyen téged a szívinfarktus, jó? Hajrá. Az Egyesült Államokban már többen szívnak e-cigit, mint hagyományosat. Ak Egészen elképesztő. Tehát nincsenek azok a számok, ami alapján ez, ez, ez kijönne. Ö, nem. Egyébként mi lennénk a legboldogabbak, mert az azt jelenteni, hogy több mint 40 millióan szívnának elektromos cigarettát, de nem így van. Sajnos. Valószínű egyébként, ha ez így lenne, akkor ezt a rengeteg fasságot nem tudták volna keresztül vinni a törvényhozáson. Igen, igen, bár így <laughs> lenne, de nem így van. Aztán ott volt egy ilyen, hogy a középiskolások között drasztikusan 900 kal emelkedett az elektronikus cigarettát használók száma. <laughs> És ez speciál így is van. Ez speciál így van, csak hogy ez négy év alatt történt, másfél százalékról 16 százalékra, és nyilván négy évvel ezelőtt emlékeztek, hogy hol állt az elektromos cigaretta ismertsége, népszerűsége, hatékonysága, úgyhogy ha még egy évvel visszamennek, akkor nulláról nő 16 százalékra, tehát végtelen, végtelen. többen. De ha, ha belegondolsz, akkor ez, ez pont olyan, és erről beszéltünk is már az adásban, hogy, hogy ezekkel a százalékokkal nagyon óvatosan kell, és már megint a kontextussal jövünk, mert abba az adásban is elmondtuk, meg nem mondom melyikbe, hogy hogy amíg ilyen kis nagyon bolha fingnyi a dolog és aztán hirtelen népszerű lesz mint ahogy az is lett és elindul világhódító útjára ott egy baromi nagyugrás van és a baromi nagyugrás meg az elején a hangyafasznyi ö, százalék között rohadt nagy a változás igen, itt ha, megnézzük, akkor alapvetően négy év alatt egy 14,5 százalékos növekedésről van szó, amit baromi egyszerű zsurnalista stílusban 900 százalékos, 900 rengetegnek tűnik, de igazából 9 szeres, és az a 9 szeres valójában 14,5 százalék. És ugye ezt így önmagában megemlíteni, és nem megemlíteni mellette, hogy mindeközben majdnem 16%-ról majdnem 9%-ra csökkent a dohányzó tinik száma, az, az egészen brutálisan félrevezető szarvashiba így. Nekem a személyes kedvencem az a következő egyébként, abban benne van az eszenciája az egész újságírásnak. A valóságban alig tudunk, val és ezt valakitől tanulták. A valóságban alig tudunk valamit az összetevőiről, még az is könnyen elképzelhető, hogy több rákeltő anyagot tartalmaz, mint a hagyományos cigaretta. Persze. Magyar a kereke lenne, neked, akkor ő lenne neked, a villamos. könnyen elképzelhető. De rengeteg nagyon jó fantáziával megáldott ember van a világon. Vegyük elő például Philip K. Dicket. Számára minden nagyon könnyen elképzelhető, és milyen szépen megért Attól az még fantázia. És ez e ekkora bődületes baromságot mondani, hogy alig tudunk valamit az összetevőiről, amikor igazából kvázi mindent tudunk mindent. az összetevőiről. Én azt hozzátenném, tudod, hogy alig tudunk valamit az összetevőiről, zárójel, és ezért szégyeljétek magatokat nagyon, mert hogy ha valamiről nem tudunk, akkor arról vagy nem írunk, vagy körüljárjuk. És akkor már tudni fogjuk, hogy fasság, és nem írjuk meg. De hát mindegy, meg volt a három perc, lehet, hogy ki kellett csak valami. Lehet, hogy ez egy konzerv hír volt. Ha, bedobjuk, hogy figyú, figyú, nagy gond van, van még két és fél perc szabad, mi a francot rakjunk be, nem ért vissza még Piria izéről, Hortobágyi kilencikú híd videózásról. Ö, figyelj már, figyelj már, ott van valami egy is konzerv, hozzad. Berakták, szevasz. Tudsz valamit az egy És Én semmit, bazd meg, akkor ez lesz. Alig tudunk, tudunk, róla valamit. Csak, az, tudunk, az is csak. elképzelhető, hogy... hogy száll csak hogy már több mérgező anyagot is kimutattak a folyadékban, ilyenkor mindig nagyon nehéz, hogy ne röhögjem el magam. Például a formaldehidet, amely rákkeltő hatású. És erről még dal is volt, és ez még adáscímünk is volt. Hát igen, ott tartunk, hogy miután már tényleg, ez, ez is elhangzott többször, komoly, mint a norvég királyi televízió nyilvánosan bocsánatot kért a téves hisztéria keltésért formaldehid ügybe, 2016-ban Magyarországon az RTL klub még mindig elő tudja szedni a formaldehidet, de még azt is rosszul bazd meg. A folyadékban, nem a gőzében, a folyadékban. Édes Istenem. Te... És azt, azt ez nem érdekesség, csak ö, nekem ez, ez, ez mindig érthetetlen, hogy ezt mindig, minden egyes alkalommal elő kell abból a bizonyos cylinderből húzni, és ne tínédzserek, akárkik. Az elektronikus cigarettát használó itt azt írja, szívó tínédzserek nagyobb valószínűséggel szoknak rá a rendes cigarettára. Na, ez olyan, mint hogy, ö, én szeretek kenyeret gyúrni, dagasztani, és aztán, aztán valaki mondja, hogy te hülye vagy, az drága, menj a gépműhelybe, Az ott van az az olajos pakura, azt így a kezeddel így markolálsz, csukd be a szemed, azt olyan lesz, mint hogyha kenyered gyúrná. Igen, csak az egyiknél egy ehető valami lesz a végén, a nem meg olyan csúvás lesz a kezem, hogy egy hétig nem mosom le. Tehát, és föl se, meg se fordulna a fejembe, hogy valami, ami jó nekem... Ami finom, a ami finom, ami finom. és nem, nem az, hogy megy a csőbe, az finomodik, finomodik, de a végén még mindig szar. A cigi az elején is szar, meg a végén is szar. Tehát, hogy miért miért kell azt oda rakni, hogy... A cigi hogy... liberálisan szar. Minden, minden most, most komolyan, egy ez formát. egy ilyen ö nem reprezentatív, ö kis mintavételű közvélemény kutatás lesz most. mújó? Van az ismerőseid között olyan, aki nem cigarettázott, elkezdett szívni elektromos cigarettát, majd azt mondta, ez olyan jó, hogy most kipróbálom az igazi cigarettát. Mm, nem, nincsen. Fifika, neked volt ilyen az ismerőseid között? Várjá, előgondolkodom. <kül> nem, nincs, nem volt. Jó, most én megkérdezem magam belülről, Aztátok, meg nekem se volt. Hát ez háromból semmi. Hát a kurva eget. Kéne találni egy embert, vagy legalább hármat, aki velünk ellentétben ilyet tapasztalt, és akkor már ötven-ötven lenne, ami még mindig csak a fele. De Az meg, nem tudom, nem tudom, nem tudom fölfogni, hogy miért kell ezt, kinek jut ez eszébe, hogy, hogy ilyeneket mérjem, vagy, vagy számoljon, vagy én azt te föl tudjátok azt fogni, hogy, hogy, hogy mi, mi, zaj, mi zajlik annak a fej, fejében le, állítólag aki, aki ezen átesett, ezen a stáción így, hogy lerakom a 30 ezer forintos elcigimet, és szívok inkább igazit, mert az olcsóbb, és akkor sokkal jobb az íze is. E -hát, ha, ezt tudod, hogy készítették? Az olyan, mint Ez olyan, a... kaptál egy BMW-t, és utána vágyakoznál a Trabantba. Érted? Mert az sokkal jobb, mert ott érzed a benzinszagot, érted? Meg ott 100 km per óránál is kiver a víz. Nem, 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 nem életszerű. Adrenalin kell, ülj át egy trabantba. Mi minden trabantos hallgatónktól elnézést kérünk. Fifika nevében is. Nekem nah, volt, tehát én mondhatom. Én meg ültem benne. Én az a generáció vagyok. Ültem olyanba. Nekünk is. Ja, várja, is vezettem is. Vezettem is. Na, úgyhogy hát ez volt a hét magyar ki, hát, kis színesnek. Még nem nincs mondan... vége, hát én itt már órák óta próbálok elnyögni egy mondatot. Jó, de ezt Hogyha... én most beléd folytom, tovább megyünk, szevasz. Nem, Na, lesz, persze. nem, nem. Ha emlékeztek rá, ez volt az a nagy hívű, rendkívül életszerű JAMA Pediatrics tanulmány, ami kihozta azt, hogy alapvetően az elektromos cigarettát használó fiataloknak kétszer nagyobb valószínűsége van arra, hogy szivarozni fognak, mint hogy cigarettázni. Ez volt ez a rendkívül életszerű tanulmány. Megnézegettem egyébként, hogy milyen kérdésekkel dolgoztak, és egészen ilyen nefi fókuszpont magaslatokba emelkedtek a kérdéseikkel. Tehát ezt a valószínűséget olyan kérdések alapján számították ki, hogy megkérdezték a gyerekeket, hogy használsz elektromos cigarettát, használtál az elmúlt 30 napban elektromos cigarettát, majd föltettek ilyen kérdéseket, hogy szerinted egy év múlva ilyenkor fogsz-e dohányozni? Talán Biztosan nem, elképzelhető, hogy igen, ilyen kérdések. És ezekből az elképesztően tudományos kérdésekből vonták le azt a konklúziót, hogy már pedig igen, ezek a gyerekek dohányozni, de kétszer többen szivarozni fognak. Zseniális. Hát ah, nekem nem ez Látom, ahogy a kis következő generációja az amerikaiaknak ilyen Winston Churchill-ek fognak házkáni <laughs> mindenhol. És ez mind-mind az elektromos cigaretta miatt. Egyébként És az, az amerikai nekem... iparnak ez lesz a kerékkötője, egy baz meg elment cigaretta szünetre már három órája. Egyébként ö, mind, mindkét alkalommal, ö, most az utóbbi pár évben, mikor kin voltam, direkt mentem, nem azért, hogy szivarozzak csak Ö, ajándékot vettem szivart ö, itthoni ismerősöknek, és bementem ilyen szivar-shopokba, meg ö, pipatórium, meg a tököm, tudja mibe. És mind a két helyen ez a over-50-es, de inkább 55-ös generáció, nem láttam fiatalokat basszus. Lehet, hogy azok még nem olvasták ezt, hogy nekik oda kéne menni, hogy hát most te irány pipázni. Hát mert azok még a középiskolába elcigiznek, és vá várják, hogy felnőhessenek, és szivarozhassanak végre. Igen, igen, igen. Pff, a tűkön ülnek. <laughs> hogy ez már egy elcigit a... úgy szivaroznék felnőtt koromba. <laughs> igen, igen, igen. Még mindig ez, ezt a szart kell szívdom, meg a faszom ki van még két hónap, és megyek a szivarboldba. Ah. Na jó. Akkor ezt a témát lezárom, mint a <laughs> hogy hívták a tudod, Szavazást lezárom. És akkor jöhet a kettes pont. Kié volt a kettes punkt? Nem az enyém. Nico Pure. Fifika. Itt vagy, Fifika? Nem én voltam. Hát akkor francia nem mondod. De akkor nem is mújó, akkor tudjátok ki volt? Blacky. Ah, hogy... Blacken Decker nagymester volt. Black. Akkor én azt kiveszem, és áttesszük jövő hétre. Mert... <svírt> Hát futhatjuk, alapvetően Márjálko, a, a, én is olvastam ezt én is, úgyhogy beszélhetünk róla egy picit, mert tökre összefügg a, a, a következővel, megnyitom azért, hogy sok hülyeséget nem mondjak róla, de hát ugye a bejelentett FDA szabályozásra a Nicopure Labs, aki a, a, a Halo-t is gyártotta, és nem a Microsoftos Halo-t, hanem a Eliquid Halo-t, megtámadja jogi úton a, az FDA-nak a a, a szabályozási döntését. Nagyjából ennyit tudok róla elmondani. Egyébként igen itt mondja, nem tudom, hogy jól lejtem el a nevét, Jason Del Guidance, vagy GIUD. Hát ez nem mindegy. A Jason, aki egyébként a technikai igazgatója és társalapítója, és azt mondja, hogy hogy bassza meg az FDA, szab szabad, szabad fordítás. <laughs> Mert hogy az FDA szabályok, azok nem igazán védik a, a felhasználókat ezekkel az a alacsony minőségű silány termékekkel, és, és hogy a gyártók, akik most gyártók, készítők, beszállítók, azok ennél mind magasabb ö, ö, követelményrendszereknek és kritériumrendszereknek kell saját maguk ö, által, által, szabályozott rendszereknek kell, hogy megfeleljenek, ö, mint ahogy itthon is ugye ez az önszabályozó folyamat ö, működött az itteni, itthoni ö, mindenféle három betűs rövidítések nélkül is. Tehát ez, ez furamód valahogy Tényleg ö, ö, geolokáció függetlenül, ez, ez kimondható, hogy valami, valami működik, önszabályozóan működik, jól működik, és ö, jön egy, egy aktuális balfasz, aki azt mondja, hogy márpedig ez így nem jó, én meg tudom mondani, hogy ez hogy jobb nektek, ö, és benyit ott... az ajtón is közli. hello, itt minden rendben? Igen, igen, na nem baj, azért én megszabályozlak benneteket. <susuk> igen, igen, igen. Uh, egyébként, aki nem tud semmit a Nicopure-ról, uh, 2009 óta uh, léteznek, Tampában uh, honola cég, és, uh, és uh, vezető elikvid uh, gyártók uh, az Amerikai Egyesült Államokban is, és Európában is. És, uh, és ilyen pici méreteket kell elképzelni, hogy mondjuk a Nicopure lab legutolsó upgradeje, az egy ilyen gyenge 11 ezer square foot, négyzetláb, most azt a fejbe nem fogom tudni átszámolni. 110 ezer. Bocsánat, 110, én kérek elnézést, 110 000 négyzetláb, és azt mondja, hogy... Annak a tizede kb. a négyzetméter egyébként, tehát az é. egy, egy jó mondta, 11 ezer négyzetméter körüli. Igen, és akkor ehhez egy tízezer négyzetláb láb izó hetes minősítésű ö, tiszta szobát képzeljetek el. Tízezer négyzetláb. láb. Nem szaragurítunk a pincében. Tehát, Tehát ők... egy ezer négyzetméteres tiszta szoba. Korrekt. Na most <hums> tényleg csak így kiegészítésként azoknak, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy mi a tiszta szoba. Az nem is a tiszta, tiszta szoba, ez már tiszta Tiszta. <laughs> Igen, tehát a tiszta szoba az nem az, hogy Marci néni minden nap föltakarít hanem hogy ott szűrt levegő van, antisztatikus falfestés, olyan padló, ami hézagmentes és porés szenytaszító, hogy, hogy a ki és bejárás az egy zsiliprendszeren keresztül megy, hogy csak olyan ruha lehet rajtad, aminek a szálai nem fognak a, a levegőbe beoldódni, tehát gyakorlatilag nem viszel be rajta port, koszt, ugye steril, és mindenhez tart, tartozik egy, egy olyan rendszer, ami nem is tudom, 5 vagy 6 szűrőn keresztül, és ebbe mindent el kell képzelni, a hepától a... A, a porsz szemen keresztül, a pollenen át, a, a majdnem ilyen virológiáig szűri meg a, a levegőt. És egy ilyen hely, tehát mint, mint a chip vagy a, a, gyógyszer, a gyógyszerészeti gyártósorok, tehát egy, egy ilyen hihetetlen előírásoknak felel meg, és iszonyú pénzbe van. Tehát egy ekkora méretű szűrőberendezés, az tényleg nem, nem túlzak, az mit tudom én, 3-400 millió forintnál kezdődik. Úgyhogy azért ők, ők ott vannak a szeren. És ez, ez már tényleg azt mutatja egyébként, ez régi vita vita, hülyeségeket beszélek, tehát a, a, a likvid gyártók ö, ö, ugye nincsenek kvázi szabályozva, és nem igazán lehet eldönteni, hogy ez most élelmiszeripari szabványnak kéne megfelelni, vagy gyógyszeriparinak. De ők a legmagasabb szabványnak felelnek meg, valószínűleg mindenük gyógyszeripari szabványhoz van Uh, igazítva. Tehát ennyi. Az izóhétre 7 rákerestem közben. Egy köbméter levegőben az izóhetes szabvány szerint 5 mikron uh, méretű részecskéből 2930 darab lehet. Valaki ez így áll és így leszámolja. 2929 <laughs> 2930. Hopp! Itt vége. Te nem jöhetsz mert utána csak izó 8 lehet. És itt elég durván tízes léptékekben haladnak fölfele. Tehát a, már az izó 6 is, azt úgy képzeljétek el, hogy az 5 mikronnál, az 5 mikronos részecskékből 293 darab. 5 mikron. É, és, elképesség. és mindenki tudja, hogy, hogy mekkora 1 mikron. Az is meg van természetesen szabályozva fél mikrontól 5 mikronig. Úgyhogy ö, ennyit a tiszta szobáról, meg hogy ki mennyire ért ahhoz az FDA-n kívül, hogy, ö, hogy mi a jó. Nekik Még meg egy. nekünk. Még de hát egy nem kell messzire mondat. menni, bocsánat. Ö, itt van, ö, itt van Olaszországban a. mondd már, mondd már, mondd már, Tehát ők is ö, nem ekkora, kisebbek, de ugyanezekkel... a Olaszország is kisebb. A... Igen, ugye? Na. Ugyanezekkel a standardekkel dolgoznak nagyságrendileg, és meg kell keresni Phil ott van a, a flavorartos videója, hogy hogy néz ki egy tiszta szoba. Példának okádék. Hogy Besenyi Pista csinál maradjunk. Na. Még egy fontos mondat elhangzik ebben a sajtóközleményben egyébként, egy nagyon magvas és okos gondolat. Ami úgy szól, hogy a kormányzat feladata nem az, hogy szabályozgasson pusztán a szabályozás kedvéért. A szabályozásnak biztos tudományos alapokra és megbízható eljárásokra kell alapozódnia, és fontos, hogy valamely egészségügyi cél érdekében történje. Ez az FDA szabályozás, ahogy az EU szabályozás és ahogy a magyar szabályozás sem. Nem felel meg egy ilyen kritériumnak. Bólogattam, csak közben éppen duplas lukkoltam. De hát itt a, a, az FDA ö, agymenésének egyébként még nincsen vége, mert ö, ezt szentehettük volna, ezt a, ezt a napot, ezt az adást a, a, az FDA fasságai és agymenései címnek is. Ö, nagyon jó kép van egyébként a Guide to Vaping-et, megkattintattok? Me-megkattintottátok? Igen, én most, most Meg. nézem. Már rögtön. Május 10 daily news, Vapers declare war. <laughs> Ennyi. Mert hogy ez arról szól, hogy... Larry W. Fairclot, aki egyébként egy Egyesült Államokbeli szenátor jelölt, fölemelte a telefont és fölhívta az FDA-t, hogy megérdeklődje tőlük, hogy mégis mire föl ez az egész, hogyan, hogyan van ez a, 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 a holmi, és miért csinálja az FDA, amit csinál, és nagyjából arra lukadtak ki egy fél órás telefonbeszélgetés után, hogy a vonal túlvégén lévő FDA-t képviselő Daniel Gród. Hölgy, alapvetően semmilyen vádat nem tagadott, majd mindjárt kitérek a, a vádakra is, sőt, kvázi azt közölte a szenátor jelöltel, hogy a ah, nyugodtan meg lehet próbálni nekünk jönni az ügyben. Úgyhogy annyira fölpiszkálták a kedves szenátor jelöltet, hogy ő kampányba is kezdett, aláírásokat gyűjt, és neki megy az FDA-nak, és ott üti vágja őket ebben a kérdésben, ahol csak éri. Olyanokat. Ö vágott az FDA fejéhez, amit ismétlem egyiket sem próbálta cáfolni vagy tagadni az FDA-s hölgy, csak pökhendén közölte, hogy meg lehet próbálni keresztbe menni ezekkel. Alkotmányellenes hatáskör túllépés, a, mivel nem vagyok tisztában, hogy ezek a kiegészítések konkrétan mit jelentenek, de hogy alkotmányellenes támadás az állampolgárok negyedik kiegészítésbeli jogai ellen, a tizedik, az állam tizedik kiegészítésbeli jogai ellen azt mondja, hogy érdekütközés és... Hogy van ez? Ezt most nehezen fogom lefordítani, mert nagyon bonyolult mondat. Valamilyen szabályokba ütköző módja az egészségügyi és emberi erőforrások felhasználásának a, a, a területével. És ilyenek. Ezeket így mondogatta neki, és a hölgy a vonal fején azt mondta, hogy hum, 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 tegyél, hogyha tudsz valamit. És egy szenátorjelöltről van szó, úgyhogy nagyon reméljük, hogy lángja is lesz a dolognak, nem csak füstje, és kipicsázza az FD-át. A kipi... Ja, itt ez is durva. Annyit tett még hozzá, a hölgy, hogy kétlé, hogy bármi mást is tudna tenni ez ellen, mint hogy egy nyilvános kommentet hagy egy nyilvános kommentelő szekcióban az interneten, amit ők amúgy is minden nap törölnek. De figyelj csak, Krisztán, arra térjünk már ki, hogy mit is csinált az FDA, amin így berágtak. Ja, istenem, én azt nem szedtem össze még így pontokba de hogy az amerikai szabályozás rosszabb lett, mint az EU-s szabályozás. Tehát én, én, én azt, azt a cikk, olvastam róla egy cikket, de ott az volt, hogy gyakorlatilag 99 százalékba kiírták a piacról a, a, a likvideket és a készülékeket. Igen. Én is azt olvastam. És meg ugye megemelték a, a korhatárt 18-ról 21-re, tehát előbb vezethetsz autót, előbb okozhatsz halálos balesetet vele, mint sem, hogy elektromos cigarettát vennél a kezedbe. Hát, sőt, ez is olyan lesz majd, mint a, a Kappa Delta Fi bulik, hogy majd ott, ott vagy a piros nejlon pohárból iszod a sört, vagy tudod, a tölcsérbe töltik a csajok szájába, vagy azt mondják, hogy hülye vagy te, a bong meg a fű az már, az már annyira, annyira mainstream e-cigaretta, is. És... ú, adj egy slukkot. Na, erről a bongról eszembe jutott valami, erre, erre ki kell, hogy térjek majd, de ezt föl is írom, hogy bong. Oké. Okay. Uh, mehetünk tovább, fiúk? Mehetünk. Mert a, mehetünk. a belenyúlásba Krisztián uh, éppen belenyúlt egy nagyon faszakis videóba ma. Nem tudom, azt te nézted, Fifika? Nem, nem még. A azt napközben úgy, úgy füllel hallgattam, nem tudtam végigérni sajnos egy ilyen 50 perc ö, után egyéb bokros teendőim adottak, de az a lényeg, hogy ö, mivel angol ö, nyelvterület ezért ö, tényleg ö, angolt gyakorolni, tanulni, hallgatni is baromió. baromi jó, a, a Lordok háza ö, ülése videó olyan, mint nekünk a parlamenti közvetítés, csak ö, és igen, ha távolról nézzük, akkor ott is sok az üres szék, de egyébként sokkal kisebb, olyan, mint amilyen bizottsági ülésen mondjuk mi voltunk Mújóval, és én nem, nem jutottam szóhoz, olyan, olyan, atmoszférája volt az egésznek. Többenetesen jó. Hát ezt beszéltük Krisztiánnal, hogy, hogy az esik le neked mondjuk egy óra, nézé, egy óra húsz perces az egész videó. Hogy az esik le egy óra után, hogy csupa értelmes észérvet hallasz meglett felnőtt emberektől, over 50 ö, emberektől, és ö, érvelnek, alátámasztanak, bizonyítanak, ö, idéznek, ö, hivatkoznak. Ö, tehát nem az van, mi nálunk, hogy, Krisztián, nyugodjon bele, ez az önök érdekében történik. Ez a nem dohányzók érdekében. Nem dohányzók. A nem dohányzók érdekében történik. Ö, itt egy pár, pár szösszenetet, ameddig én láttam és beszélgettünk, azt most így visszaolvasok a beszélgetésünkből. Ö, hát ez a, hogy kikinek a nemi szervét Brüsszelben, azt nem olvasom. Ö, <laughs> igen, a, az első felszólalónak talán rögtön ö, egy gyors párhuzamot fölállított, hogy hát, hogyha nem lépünk ki az EU-ból, akkor erősen meg kell fontolni, miket kell módosítani, mert ez így nem jó. Tehát ők fölfogták, hogy ezt is fegyvertényként oda lehet állítani, hogy na, ez is még egy X lehet azért, hogy, hogy hova húzzad épp a, a, az X-edet, majd ha az lesz. Vagy a 12. perc környékén van egy Lord, de egy másik bácsi is zseniális egyébként. Mesél arról, hogy. hogy ezt, jó, ezt úgy írom, vagy úgy olvasom, hogy neked írtam, hogy, hogy mesél, hogy hogy a faszba szopott a tapaszokkal, meg minden más szarral, és ellentétben ez, meg mennyivel jobb, meg egyszerűbb és aztán jött a következő felszólaló, aki, aki elmesélte, hogy gyerekkorában rászokott, napi 15 száz cigit szívott, az, amiket tudjátok, így mi is el szoktunk mindig mondani, hogy meddig, meg izé, meg hozi, csak ez egy picit más kontextusba, és akkor mondta, hogy nekem itt van a zsebemben 10 ml folyadék, nekem ez egy hétig elég, elmondta a tapasztalatait, a másik meghallgatta, de az egészből az esett le, úgy az egy óra környékén, hogy, hogy azok, akik beszéltek, az mondjuk a Lordok házának a 85-90 százaléka volt. És az, az, mind masszívan használja, vagy ha nem használja, akkor is támogatja. Brutális volt, tehát tényleg naprakész információk idézve. Az egészet egyébként valószínűleg az borította föl ennyire a bilitott a, a Royal, nem Society, hanem Na, az RCP, a múlt heti RCP-s tanulmány, mert az aztán már tényleg, tehát emellett nem lehet elmenni a brit orvosi kamarának a legújabb tanulmánya, és tényleg ez van, amit Charlie mond, hogy ott a, a brit felsőház, a brit meglett, tisztességbe megőszült brit lordok, és komplett teljes egyetértésben vannak azzal, hogy az elektromos cigaretta jó, az elektromos cigarettát támogatni kell, az elektromos cigarettát népszerűsíteni kell, a korlátozások szarok, a TPD úgy szara, hogy van, káros és brutális, nem várt következményekkel fog járni, és ezt így egy óra 15 percben tolják végig, és így ülsz, és így olvadsz el, hogy így. Uh -huh, de, de, de tudod, mi hatás. volt a kemény, Krisztián, hogy, hogy ö, ö, egész más kontextusba helyezi az a történetet, hogyha mondjuk ezt nem a sörözőben a, a, vaperek beszélgetik egymás között, hanem látsz egy, egy, egy parlamentet, egy, 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 felsőházat, a lordokat, bármit, és ott, ott öltönyös, felnőtt, tisztességben megöregedett emberek ugyanígy elmondják ugyanazokat a tapasztalatokat, mint mi, és tulajdonképp így finoman azt is ki lehetett venni a szavukból, hogy bőven leszarjuk, hogy ti mit gondoltok arról, mert ez bármit mondhattak, ez így jó. Meg is mondták. Nem a termékek mellett lobbizunk, hanem amellett, hogy nyomást gyakoroljunk a megismerésére. Ennyi. Na itt itt lett volna az, nem tudom ki a házelnök, tudod, mikor nyomkodta a szávainál a csengőt, hogy ezt nem lehet itt, nem lehet itt, nem lehet itt. Kész. Tudod, ez a csak egyet mondjál, csak egyet mondjál. Tehát, hogy, hogy, de tényleg ez mekkora aljasság, érted, hogy nem, nem az elsődleges célom az, hogy megismerjem, hanem nem ismerem, de betiltom. Azt azt egyébként meg lehet figyelni a videóban, érdemes lesz nézni, attól függetlenül, hogy A beszél, vagy B, vagy C, a, az összes többi az vagy figyel, vagy felkészül. Tehát ott, ott nincs ilyen izé, szunyálok, meg telefon a fülembe, meg, meg faszom laptopot nyomkorászok, hanem a másikat legalább annyival megtisztelik, hogy figyelnek arra, amit mond. Lehetett látni a, a magyar parlamenti közvetítésből, hogy mikor a szávai képviselő úr beszélt, akkor és ráváltottak a igen mélyen tisztelt államtitkár úrra, akkor ő, ő a feje biztos nem. Hát ott volt fizikailag, de hogy fejben nem ott volt, az is hódziher. Úgyhogy ö, egy élmény volt megnézni ezt a videót, na. Tehát, ö, hát gyönyörű volt, fölemlegették azt, ha emlékeztek rá még a TPD legeslegelején, amikor, amikor gyógyszer minős, akarták minősítetni még az EU-ban az ECG-t, és volt az a botrány, hogy a, nem emlékszem a hölgy nevére, aki a, 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 brit kormány részéről felelős volt a brit egészségügy állá, állásfoglalásaért, álláspontjáért, és Akit ő a britek. Micsoda? Akit lekövéreztek? Az egészségügyi állam nem, az, az a belga volt, kevered a ja, belgával. Ja, nem, ez évekkel ezelőtt volt. És utána a fegyelmi bizottsági tárgyalása is volt meg minden a nőcinek, hogy mégis erre, hogy az Istenbe tudott igent mondani az EU felé, anélkül, hogy bárkit megkérdezett volna. Miért? És az volt a hölgy válasza, hogy Ö, én úgy tudtam, hogy a kivették addigra az elektromos cigarettát a szabályozásból. Nem, tehát azt se tudta, hogy mire bólint rá komplet Anglia nevében az EU felé meg ilyenek. Meg ott még az egyik öreg próbálta védeni egy kicsit a mundér becsületét a, a, a vége felé, hogy hát igen, igen, tudjuk, hogy nem jó, tudjuk, hogy nem tökéletes, de a, a szándékot is azért figyelembe kell venni, és akkor az egyik tisztes öreg úr szót kért és elmondta, hogy nem a szándék az, ami számít, hanem a következmények. <laughs> Zseniális volt tényleg. Aki tud angolul, nézze végig. Aki nem, az meg tanuljon meg, és aztán nézze végig. Mújó, nekem azt mondta adáson kívül, hogy szívesen feliratozza magyarra egyébként. Nem. <laughs> Mi? csak egy és negyed óra, nap? összedobjuk. <laughs> ja, úgyhogy ez, ez jó kis, jó, kis, videó volt a mai napra. Még majd a végét, mert én már odáig nem jutottam el, mint te, azt, azt még behozom. Ó, akkor spoilereztem, bocsánat. Oh, tehát azt ott is ö, olvastam, tehát amikor írtad. Mindegy, a lényeg az az, hogy, hogy ami ott látszik, az az, hogy komplet egyetértés uralkodik ott, az ecigi jó, a korlátozások szarok, a TPD káros, és nem várt következményekkel fog járni. Ezt kijelenthetik ők is, mi is. Aki benne van, azt tudja. Ha ez, és ezt lekopogom, és nagyon-nagyon remélem, hogyha ez a hozzáállás és az az álláspont tovább gyűrűzik a, a brit parlamenten, és a britek tényleg keményen megtorpedozzák a, a, a TPD 20-as cikkeit az elektromos cigaretta szabályozással kapcsolatban, az nagyon durva hullámokat fog vetni reményeim szerint az egész EU területére nézve. És még itt délután még volt némi agymenésem a blogon, és abban már írtam, de hogy, hogy az a vicc, hogy itt nálunk szokás ugye dobálózni a, az EU elleni szabadságharccal, meg minden. És a, a, az EU agymenésének, az elektromos cigaretta agymenésének minden egyes betűjét itt a kis szabadságharcos kormányzó pártkoalíciónk itthon, és ők a szabadságharcosok nem. Ezek az öregek, akik ott voltak, fölálltak, és közölték, hogy pazza meg, az EU nem normális, ezt nem hagyhatjuk. Igen. És hogy egy picit átfűzzek, é, csapongunk itt a, 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 az országok és a kontinensek között. Közben utána néztem a 10.000 négyzet láb, az 930 négyzetméter. Zárója bezárva. Mondtam, hogy 10 kell használni kell. Uh, Clive Bates, uh, adhatnám neki azt a markáns címet, hogy mindenki fölkapja a fejét, hogy Clive Bates nikotint, rendel, nikotint rendelt Kínából. Na, és akkor ö, ennek fényében a Washington Newswire-ön megjelent egy ö, publikáció, egészen érdekes kontextusból világítja meg a dolgokat szerintem. Ugyanis ö, rögtön azzal kezd, hogy, ö, hogy meglátásuk szerint, hogyha az történik, vagy az lép életbe, vagy, vagy valahogy abba a mederbe terelődik minden, amit az FDA kigondolt, akkor egyszerűen az innováció az leáll, mint a szög, és két év sem kell hozzá, és minden egyszigaret és nikotinos folyadék el fog tűnni a boltok polcairól, hogyha ez marad, amit csütörtökön véglegesítettek a, a, az FDA szabályozást, ugye? Uh, kitér arra is, hogy uh, hogy uh, több százezer, talán több millió amerikainak már segített a, a dohány uh, termékekről való uh, leszokásban, és itt, itt ugye nagyon jól uh, meg tudják fogalmazni az égetett dohány használatáról való leszokásban, ezzel amivel csak uh, Fűtöd, és ezzel is tisztában voltak, bocsánat, hogy csapongok, de az öregek ezzel is tisztában voltak. Emlékszel, ezt is ja. mondták, hogy itt, itt nem égetünk, itt csak fűtjük. Magyarázzák el, hogy hol égetünk. Ö, és ugye ö, a cikk tovább megy, hogy a, a, a az a baj, hogy a, azoknak a vállalatoknak, akik piacon akarnak maradni, azoknak ugye körülbelül ezen a ö, kanossza járáson kell majd keresztül menniük, mint ami, ami itt nálunk is lesz, ugye amiről beszéltünk még a szabályozás bevezetésekor, hogy, hogy ez a féléves moratórium, hogyha behoznak valami terméket, akkor ami a polcon van, arra van fél évük, hogy megkérjék rá az engedélyt, és, és a többi, és a többi, és akkor lesz valami eljárási költség. Na, most ez úgy néz ki Amerikában, hogy, hogy körülbelül, körülbelül és becsült költségről beszélnek termékenként és kiszerelésenként, nem kiszerelésenként, bocsánat, nikotin mennyiségenként mondjuk, hogyha folyadékról van szó, körülbelül egy millió dollár minden ízre és minden nikotinerősségre, és... Mi van? Ennyi. Egy millió dollár. És, és ő, ők már azon is ki vannak akadva, hogy hát, ők órában számolták, de én azt átszámoltam, hogy 70 nap, vagy igen, 70 nap az átfutása. Tehát a, képzeld, ha ők azt, azt tudnák, hogy nálunk fél évet mondanak. És akkor azt mondják, hogy ez a 70-90 nap, ez tönkreteszi a piacot, mert befagyasztja azt a gyorsan mozgó, gyorsan változó. Ö, fluktuáló termékportfóliót, ami ugye az elektromos cigaretta piacra jellemző. Szóval szerintük nekik már ez a, a 70-80-90 nap is már a világ vége, az összegről már nem is beszélünk. És itt jön a következő érdekes felvetés. Szerintük a most érte, most fogja elérni azt a pontot a kinti fekete piac, hogy már nem csak elméletben lehet róla beszélni, hanem ez egy valós probléma lesz, és majd ha eddig nem, akkor majd minden felhasználó majd mindenféle alapleveket fog beszerezgetni innen, onnan, amonnan, és majd ők a saját tömény bárhonnan, máshonnan megvásárolt nikotinjaikkal fogják elkészíteni az alapleveiket. Na, és itt jön a már a cikkelein említett Clive Bates, aki ö, a blogjában írta arról, már <laughs> már mosolyogok egyből, hogy már pedig ő ö, Kínából rendelt 99%-os tisztaságú nikotint, megkerülve az Európai Uniós korlátozást, és azt meg is kapta. És ö, kiemelik, hogy a, az, az tehát itt az FDA-nak nem lehet ö, kétsége a felől, hogy az embereknek több a fantáziája és nagyobb az elszántsága, mint sem, hogy ö, befossanak attól, hogy ők miket szabályoznak. Mert ö, mert az emberek találékonyak, és ö, és ö, ezzel egy ember fog, vagy egy piac fog talán jól járni. Kína, Béc elmondta, hogy személyesen ő nem használja az elektromos cigarettát, és nincs pénzügyi érdekeltsége sem, sem az iparban. Ugye ő korábban egy kampányt vezetett az Egyesült Kirány Királyságban, és, és közben, bocsánat, csak fordítom. Azt mond... kontextusba helyezzük a brit dohányzás fókusz Kvázi a brit dohányzás fókuszpont megfelelőjének volt ő a vezetője. Ö, igen, csak hogy valaki meg ne rémüljön, hogy ez nem úgy működik, mint az itthoni. Ö, a britek nagy szerencséjére. <laughs> igen. Igen, ö, mert ugye. A nikotinnal és a nagy töménységgel, és hogy mi, mi, micsoda mennyiséget le tudsz gyártani, ott a blogon voltak ö, olvasók, kommentelők, akik ö, leírták bizony, hogy ö, hogy ö, annyi anyagot bekevert, hogy húsz évnyi adagját akár a fagyasztóba be tudnál rakni. <tosz> Istenem! És akkor utána semmi probléma, ö, de emeljük ki, hogy ez már, ez már ö, akkor ö, bőven a. A, az illegalitás határmesdjéjén túl lesz. Ö, a, ú, valahol valami nagyon gyors autó elment. Ez én voltam. Ezután, száguldás Porsche szerelem. Igen. ezután kitérnek arra, ugye, hogy, hogy maga a, az elektromos cigaretta, vaporizátor, bárhogy nevezzük közössége, micsoda népszerűségnek örvend, kiemelve például az e-cigaretta fórumot, nem a mi fekete fórumunkat, hanem az amerikai e-cigaretta fórumot, 1.900.000 havi látogatóval, ez egyedi látogató, 70%-uk az államokból, és akkor még ott megemlítik a Redditet, meg egyéb fórumokat, milyen 120.000 taggal, és mondjuk ebből 1200-an voltak csak csütörtök délután, tehát aktív közösség. Az e-cigaretta fórumon megkérdeztek tízezer felhasználót. Az már egy, az egy olyan élvezhető mennyiség. 2014-ben, és ö, ö, az derült ki a kérdésből, hogy 79%-uk már pedig a hogy mondjam szépen, baszna a tiltásra, és beszerezné magának, ha így mondjuk Fekete piacon, ha inkább mondjuk úgy, hogy nem a legális ö, ö, csatornákon, ahogy az FDA kívánja, majdnem 80%-a. Tehát 8000 ember mondta 10.000-ből. 10 5 perc ö, internetes keresgélés elég ahhoz, hogy valaki tiszta nikotint ö, vásároljon, ö, és bődületes mennyiségű elikvidet el gyártson belőle, mondta ezt az Cigaretta Fórum, alapítója és ügyvezetője Oliver Kershaw. A... annyira olcsó ez a dolog egyébként és, és igen így kell, így kell gondolkozni, vagy ők így gondolkoznak, de ez, ez itt is igaz lesz mondjuk, hogyha valaki kazánt akar venni, hogy nem fogja bánni az ember, hogyha mit tudom is én, most átlagolunk és öt rendeléséből kettőt megfognak. Annyira olcsó lesz, hogy hogy Behozza azt az elvesztett árat is, majd az a mennyiség, ami meg átjön. És mindig lesz olyan ember, aki vállalkozik, és mindig lesz, aki arra is vállalkozik, hogy feketén egymás között bizniszelgessenek, majd majd akkor nem ö, webshopokban, hanem majd bárokban, kocsmákban, ö, asztal alatt, és a többi, és a többi. De azért tegyük hozzá, hogy, és ebben mindben benne van az, hogy nem tudjuk honnan, tehát bár, hogy írhatják azt, hogy micsoda tisztaság, meg micsoda nikotin erősség, nem tudjuk, hogy milyen tiszta, nem tudjuk, hogy milyen nikotin, nem tudjuk, hogy ő hogy keverte, hol keverte, az igazi épp, zúgkeverések erősödnek. Épp, épp erre akartam kitérni, hogy, hogy, ugye amíg, amíg legális maga az üzlet, addig nyomon követhető az, hogy ki milyen szertifikétekkel, honnan szerezte be a, a, nikotint. Azért mondjuk nagy titkot nem árulok el, hogy, hogy, az Európában, illetve Amerikában, mondjuk Amerikában lehet, hogy nem, de ott is a túlnyomó többsége biztos. De hogy az Európa és az Amerik vagy a, az európai nikotin két forrásból származik, az egyik Kína, a másik India. Tehát a, európai... Bocsánat, az egyik a kezével az orrát túrja, a másik meg a bal kezével a seggét mossa. Na. Most te miről beszélsz, Charlie? Kína meg India. Ezt mondjuk, ezt így azért felejtsd el. De... Hát, te mikor láttál utoljára indiai embert balkézzel lenni? Ja, hogy önmagában az ember ilyen, hát Ö, igen, az igen. Egy, egy, dolog, de nyilván, hogy Elkévet mind a két tém. helyen Balagy megfelelő. Valahogy a rasszistásító podcast adásában. <sus> mind Ez a nekem ilyenkor mindig a taxi eszembe. Oké, oké, nem leszek rastis. Tudja, azok a kis sárgák. <laughs> Na, szóval ebb, ebből a két forrásból lehet nikotint beszerezni, és megfelelő műbizonylatokkal, tanúsítványokkal, stb. stb. És hogy ezek nyomon követhetők, lehet tudni, hogy, hogy milyen minőség, stb. stb. Ha itt a fekete kereskedelem fog az előtérbe jutni, akkor a nikotin az egy sokkal, de sokkal nehezebben földeríthető anyag, mint mondjuk a szálas cigaretta vagy a vágott dohány. Tehát, és, és nem tudjuk, hogy hogy fog, tehát az, az ugye az embernek a, a, a fantáziája határtalan, tehát amikor majd a, az autó ablak két literes szokott lenni, vagy három literes az ablak mosó tartály, hát ott és fölöntik. A fölöntik pure nikotinnal, és úgy hozzák be a, a határon, vígan, és mondjuk napjában még lehet, hogy fordul kettőt, <kül> akkor azért, azért ezeknek a minőségi követelményeknek azért messze-messzeeltek. Egyrészt nyilván tönkrevágja a, a legális piacot, Másrészt ö, ö, gyakorlatilag az e-cigaretta az térhódításának fog gátat szabni, és egy halom embernek a, a kvázi halálában játszik közre, mert nem fog hozzájutni, vagy lehet, hogyha ez egy, ez egy jól, jól ö, menő üzlet lenne, mint, mint ahogy eddig is volt, és egy szélesebb, nagyobb teret kapó törekvés, akkor egy halomembert meg lehetett volna menteni. De úgy látszik, hogy ennek a kurva FDA-nak nem ez a célja, hanem az a célja, hogy visszaterelje az embereket a dohányzáshoz, vagy ö, ö, ne legyen alternatíva az emberek kezében. A nikotin fogyasztás önmagában, és ezt már számtalanszor elmondtuk, nem az ördögtől való dolog, pont ugyan az a kategória, mint a kávé, vagy esetleg most már ugye egy csomó helyen a legalizált fű, aminek hihetetlen módon esik az ára. Washingtonban, út, igen. Út egy cikket, és azért panaszkodtak, hogy ahol legalizálták a füvet, hú, de kurva olcsó lett pillanatok alatt. Bocsánat, hogy <coughs> a szabadat ne feled. Mújó, a Blindspotban nézted, mikor ment a Mocstabai, a, a Navabi, meg a tököm tudja jó fésül gyerek a kibaszott... A Blacklist. A Blacklist, igen. A mentek a kibaszott nagy suburban És csak azt látod, hogy hát, Jó, igen. hát a spanglit. Itt legális. És az, ez a baj, ez a... itt legális, ne stoppold, add itt. Előadja a csajnak, és odafordul az meg a izé, az, az élére vasalt ügynök felé. Legális. És szívja tovább. Zseniális, baz meg. Hát az... Majd nem beszárta. No bocsánat, fifika. Igen. Na, szóval, hogy oda akartam kiukadni, hogy egy, egyrészt ugye a, a hozzáférést nehezíti meg, másrészt a minőséget fogja hihetetlen módon lerontani, és előbb-utóbb elérik azt, amit most szajkoznak, hát az elektromos cigaretta károsabb is lehet, mint a hagyományos. Igen, baszki, mert ha gumi belsőbe csempészik be a hozzávalókat, meg a, a bolero keverik az aromákat, akkor tényleg előfordulhat ez a szituáció. Az az igazság, Hát oh, túl igazad van. hogy sok ember uh, nincs tisztában azzal például, hogy hogy, hogy készül a... Bocsánat, csak nem vacsoraztam, és két kocka csokit lenyeltem. Sok ember nincs tisztában az, hogy hogy készül a kokain például. És ezért használják szerintem. De ha elsorolnám, elsorolnám nekik, hogy hogy készítik a koka cserjéből a kokainjukat, szerintem 10-ből 9 hozzá nem nyúlna többet. És csak egyet mondok példának, gázolajban, gázolajban áztatják kis cicák könnyével keverik. Kis igen, cicák. igen, 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 igen. jó nem tudod a az alapján, amit Fifika mondott, hogy ha meghallgatjuk Ildikót, meg az összes többi kretént, és, és még mai napig azt nem, nem bizonyítható, hogy milyen forrásból van, nem bizonyítható, hogy milyen mennyiségű és minőségű nikotin van benne, meg ilyesmi, rohadtul nem így van, de most az intézkedéseikkel elintézik, hogy majd így legyen. Gratulálunk! Na igen, de ez pont olyan lesz, mint hogy most, ö, mivel, mivel okay. több, a, okay. több a csempész cigaretta, mint amennyit a boltban értékesítenek, ezért kimondhatják azt, hogyha kiragadják a kontextusból, amivel mindig jövünk, hogy lám, kevesebben dohányoznak. Mert kevesebb cigaretta fogy itthon. Igen, csak a fekete piacon behozott az jóval több. A másik hír, meg ugye a másik kontextusban a nav kézzelából üldözi a cigarettacsempészést, és ne, soha nem látott méreteket öltött a cigarettacsempészés. Vissza kell kötni a szálakat. Visszatérnék még egy picit a cikkhez. Ugye azt mondja Kersó, hogyha hogyha bekövetkezik ez, amit mondott, hogy gyakorlatilag ugye ízeket, tehát aromát majd fogsz tudni venni, a fogyasztó meg majd otthon pancsol, vagy valakitől vesz, aki összepancsolta, teljes katasztrófa lesz. Uh, továbbá azt mondja, hogy. hogy. Uh, ugye, amit az elején is mondtam, ez a 90 napos moratórium. 90 napon belül nem lehet új terméket értékesíteni majd az Egyesült Államokban. Ezt úgy úgy uh, szemléltette, hogy ez egy ba baromi nagy lengés csillapító lesz a az innovációs ciklusban. Mert ugye mi van, kijön az új termék, és nem ezt a kersót föl fogom hívni, vagy valami, hogy, hogy gyere már ide, és akkor ezt a 90-et szorozd még be kettővel, és nálunk annyi lesz, kis barátom. Azt mondja, hogy ez a 90 nap, ez egy ilyen becsontosodik az egész, megkövül a, az egész folyamat, és már ettől is rosszul vannak. Ugye tényleg az van, valami kijön, majd ők úgy várnak ők is 90 napot, aztán majd lesz valahogy, mert nem azt mondják, hogy 90 nap és utána kirakod a polcra, annyi idejük lesz nekik is elbírálni. Aztán vagy yes, vagy no. Aztán ott van Arno Duma de Roli, aki a Gajatrend francia elikvid gyártó cégnek az elnökségi tagja, és a Vapor Technology Association ipari csoport tagja is uh, 10 millió dolláros éves bevételt uh, uh, prognosztizál uh, közvetlen a fogyasztói értékesítésből uh, a, az FDA folyamatban. De azt mondja, hogy. Várjál, uh, uh, várjál, várjál. Várjá. Igen. Ezt mondja ő is. Az a probléma, hogy amikor van, van mondjuk egy folyadék, és van három különböző nikotin szintje, és ez a három termék, ö, ö, ugye akkor három ö, termék, meg még három nikotin szint, akkor az szépen összeszorzod, és kijön, hogy, hogy hány fajtára kell neked engedélyt kérni. Azt mondja, hogy képzeljük el, hogy van egy olyan cég, ami száz íz gyárt. Akkor mi a tök lesz? Vagy azt mondja, hogy ők az amerikai piacon 15 ö, ízzel van 5 nikotin szinttel. Ez azt jelenti, hogy 75 alkalommal kéne 1 millió dollárt becsengetni a kasszába. Ö, ez meglehetősen nehezen birkózik még ez a cég is meg vele, vagy birkózna meg vele, és, ö, és mondja, hogy ugye ö, az, hogy ők ezt becsengetik és vizsgálatra benyújtják, a, az eredményt az senki nem szavatolja. Tehát ez nem olyan, hogy fizes be, és akkor ö, majd szemet hunyunk, vagy el lesz fogadva. Megvizsgálják, felülvizsgálják, és nem biztos, hogy azt a polcra fogják engedni. És akkor még jöttek a munkahelyekkel, ugye, amit itthon is tapasztalni fogunk, hogy, ö, hogy az, hogy az egész átvonul a fekete piacra, ezzel a legális vállalkozásoknak fog ö, kaszát, kapát, ö, és, és hát, na, akik eddig a adóbevételt termelték, és uh, majd marad a, 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 szürke meg fekete gazdaság, aki olyan lesz, mint a hú, mint a szanszofanar hiba, csak most nem fegyverekkel fognak üzletelni, hanem, ugye, van nálam nikotinos alaplé. Ha? Hozd a megszokott útvonalon. Ön, aztán mi van? Még próbálom rövidre fogni. Száguldanak a motorosok majd az 1,8 ómos kazánfejekkel. fejekkel. <Srookrat> <rezio> bocsánat, azt mondja, hogy ez nem az. Ami keresed, addig én bedobnék egyet, ha nem zavar. Itt Fifika és a fekete gazdaságról folytatott é gondolatmenetéről eszembe jutott szintén a Lordok házából, ugye a kisöreg, aki közölte, hogy ő bizony 24 mg-os leves szív. Ő bizony fölkészült és betárazott 24-es levesből, mert nem lehet majd 24-es leves kapni. Igen, vannak ismerősei, akik szintén betáraztak 24-es levesből. De ez el fog fogyni. Mit fognak csinálni ezek az emberek, akik tényleg brutálisan erős dohányosok és a mai napig 24-es szívnak? Térjenek vissza a bagózáshoz? Ez, az aztán tényleg hatalmas eredmény lenne, köszi TPD. Mit fognak csinálni? Fekete piacról fogják beszerezni. Ennyi. Nem is értem egyébként ezt a 20 mg-ban meghúzott határértéket, amikor tehát a, a, az e-cigaretta ipar kialakította gyakorlatilag a saját sztenderdjeit. Tehát ha, ha én, mint előgondolkodó egy szabályozást készítenék elő, akkor egy, megismerném magát az iparágat. De az nyilvánvaló hát ez a milyen hülyeség már. Hogy, hogy ez hülyeség, tehát hogy senki nem, nem nézte meg, hogy gyerekek, nézzük már, milyen nikotinerősségek vannak a piacon, és hogy miért van ez a 24-es egyáltalán. Fo nem, 20-nál, tehát ez egy ilyen, tud, 10 meg 10 az 20, itt húzzuk meg a határt. És nem is értem. Tehát lehet, hogy, hogy az Lehet, hogy se... azt kellett volna, mint a medvénél, hogy nem lehetne 30. Jó, legyen 30. <laughs> medve kihúzná a halál Ki? Ki? <laughs> ne, egyszerűen ez döbbenet, hogy, hogy mennyire nem, nem, életszerű semmi, ami a, a TPD-vel kapcsolatos 10 millis kiszerelés. Hát miért a 20 mi a probléma? Hát látod, az, hogy 20. Érted. Hát, és, és a 10 millió az az egyik, a másik felől meg az az ellentmondás, hogy ameddig a cigarettát minimalizálják a csomagokat, nem lehet 19-es, legalább 20 szálasnak kell lennie. Tehát amíg a, a gyilkos cigarettát és a dohánytermékeket minimalizálják a, 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 az eladható mennyiséget, addig a semmi vizet nem zavaró alternatívának meg maximalizálják. Tök logikus, nem? És, és, egyébként, hogyha megnézitek, akkor most Brüsszelbe olyan kemény érdekcsoportok törnek meg, futnak zátonyra. Ugye az a, az a hét híre volt, hogy, hogy a, a Philip Morris, a BAT, jó mondtam, Charlie? Igen. A BAT, a Philip Morris és komplet Lengyelország megbukták a, az ízesítésre vonatkozó ö, szabályozásra kapcsolatos ö, perüket Brüsszelbe. Ö, azt hiszem másnap már nálunk bejelentették az egyen csomagolást. Szóval nem, nincs, nincs az a lobbyerő. Tehát most gondolj bele, hogy a két legnagyobb európai dohánycég és Lengyelország. Kevés ahhoz, pedig Lengyelország kétszer, két és félszer nagyobb uh, lakosságban, mint Magyarország? Nagyon nagy, az biztos. 28-szor. Mint ha ilyen... 52-szer. Hát, szóval de teljesen mindegy, de hogy egy ekkora lobbérő is uh, zátonyra fut uh, Brüsszelben, és ö, négy nap múlva, miután ez ugye Brüsszelben zátonyra futott, a mi szabadságharcos kormányunk azt mondta, hogy ja, 2020-ig van az ízesítés remoratóriumunk, akkor nyilván hamarabb kivonjuk. Olyan Komolyan mondom, barát. néha kilépünk az EU-ból, néha meg még rábaszunk két lapáttal az a EU-s törvénykezésre. Hát, mert mi milyen kemény faszúak vagyunk, hogy mi viszünk titeket előre. A Kárpát medencén. Ja. Trianon ér, ezt kapjátok vissza. Glicerint minden ánuszba. Szóval mit keresgéltél, Charlie? megtaláltad közben? Ö, nem, kerestem, de aztán rájöttem, hogy az a New York Postos cikkben van egy zseniális ö, idézet, azt majd ö, annak ö, helyén fogom ö, mondani. Úgyhogy jöhet a következő, hogyha gondoljátok. Én jövök, mint passzív, vagy nem passzív? Ez csak így röviden, és velősem, a passzív gőzölés kapcsán két újabb tanulmány látott napvilágot, az egyik a napfényes Ausztráliából, Sydneyből, a másik pedig a kevésbé napfényes, ellenben annál milkásabb Svájcból, és mind a kettő az elektromos cigaretták potenciális passzív egészségkárosító hatásaival foglalkozott. Csodálatos egyébként a az ausztrálok magukévá tették a magyar előgondolkodók elképesztően zseniális és tudományos módszertanát, ahogy írják is. Ők igazándiból a témában 312 tanulmányt találtak, ebből végül 16-ot elemeztek. <laughs> És, és saját kutatást ők sem végeztek, hanem megnézték, hogy mit írnak az emberek, kidobták a 90%-át, és a maradékból elkezdtek konklúziókat levonogatni, és hát nyilvánvalóan arra a következtetésre jutottak, mint általában ezek a rendkívül jól tudományosan megalapozott tanulmányok, hogy itt bizony potenciálisan egészségkárosító hatása lehet a passzív gőzölésnek. Ezt sikerült megszűnjük. Ezzel szemben, az Alpok között meghúzódó Svájcban, az EMP a Svájci Szövetségi Természettudományos és Technológiai Laboratóriumokban. Ezek nem voltak restek, és építettek egy kis szobát. A kis szobát légmentesen lezárták. Előtte, mielőtt légmentesen lezárták, egy testhőmérsékletű bábút behelyeztek, és elkezdték telenyomni ECG-gőzzel, és mérték, hogy mi történik a levegővel. És azt sikerült megállapítaniuk, hogy az elektromos cigaretta használat után, az elektromos cigaretta párájának a kibocsátása után nagyon gyorsan megemelkedett a részeske koncentráció, körülbelül 2-5 másodpercig, majd szintén nagyon gyorsan a részeske koncentráció elkezdett megszűnni a levegőben. Azt is megfigyelték, hogy jóval kevésbé távolodott el a koncentráció sűrűsége a kis babától amit nézegettek ugyan messzebb lassabban bomlott le a levegőben de nem nagyon jutottak messzire ezek a részecskék azt is megnézték hogy a kifújt elektromos cigaretta gőz részecskék alapvetően parányi folyadék cseppek ellentétben ugye a füstel, ami égés termék és rendkívül gyorsan el légneműsödik és eltűnik a levegőben azt mondja, hogy a konklúzió, amit levontak ebből az egészből, az az, hogy a zárt helyiségekben való elektromos cigarettázás teljesen valószínűtlen, hogy bármi nemű romlást okozna a szoba minőség, levegőjének a minőségében. Szóval az, van, mi, mi jutott igen? eszembe erről a a két történetről, a, nem tudom, mikor olvastátok utoljára, vagy egyáltalán olvastátok ki az alapítványt, Asimov. Én szerintem az <laughs> nekem kimaradt szégyen, szégyen, de kimaradt. És hogy abba volt ez a, ez a szobatudós, tudod, aki ki sem hozdul, bazd meg, de ő minden ö, könyvet kiolvasott, és, és ő, őt, őt határozott véleménye van mindenről, ugyan egyszer nem ment oda, nem nézte meg, nem fogta a kezébe, fogalma sincs, hogy hol van fizikailag, hogy néz ki, de olvasott róla, és ő ezt a konklúziót vonta le. Érted, és tudod, ez a kétségbe vonom a te tudásodat, mert én, bazd meg elolvastam 600 cikket, és 600 cikkből azt a 11-et kiválasztottam, ami amúgy is hülyeséget írt. Hát, és tőle, ez itthon az én mi álláspontom. Mi itthon mi van? Hát ugyanez. ugyanez. Pont ugyanez. Mit, ugyanez. mit állítanak teljes messzélességgel hivatalos adatigénylésre való válaszban? Ők a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok köréből dolgoztak, minden figyelembe vettek. És amikor az órukon hogy hát, de figyelj már, itt van 200, amit meg nem, ez miért van? Mm, az tíz évig titkos. Ja, az más, bocs. Hihetetlen. Rámehetek a következőre, mert mm. én azon megint magamban kuncogok, de hát, ha ti is. Szaladj, Charlie, szaladj. A New York Poston egy ilyen én már inkább vitriolos bejegyzésnek érezném ezt az egészet, hallgassátok szeretettel. Ugye arról szól a történet, hogy évezredek óta, mióta az emberiség dohányzik, senki nem hitte volna, hogy egy elemmel működő szerkentjű ami nem tartalmaz dohányt egy napon dohányterméknek tekinthető. Ö, azt mondják, hogy hogy a. <laughs> már megint az FDA, rohadjon meg hogy uh, itt van Szilvia Brunwell uh, aki üdvözölte azt a keresetet, mi szerint uh, uh, fontos lépés uh, felvenni a harcot a dohányzással, hogy egy dohány füstmentes generációt uh, neveljünk, se baj persze hogy az e-cigaretta az uh, füstmentes és nem dohányzás a, a... kicsire nem adnak a probléma az, hogy a szabályozók az úgynevezett közegészségügy szószólói, azok a, az e-cigarettával el ellentétben ugye tolják a nikotinos rágógumit vagy tapaszt, amelyek, és idézőjelben mondom, hogy nehogy valaki félreértse, amelyek bizonyította hatékonyak helyettes, dohányzás helyettesítő módszerek. Szóval ezek a termékek is a, a, az igazi cigarettának a hogy mondta ezt a múltkora akusztikus cigarettának egy árnyéka csak, és, és a szakértők ugye szeretnék csökkenteni a dohányzást, és nem tudják elviselni azt a gondolatot, hogy az emberek esetleg nikotin fogyasztásával és a dohányzás Mozdulat sorának az imitálásával, de nem ezekkel a már berögződött eszközökkel, mint tapasz vagy rágó, érjenek el igazán jól kimutatható eredményeket. És akkor itt jön a kedvenc mondatom: ez egy furcsa ország, amely ö, egyszerre dolgozik azon, hogy legalizálja a marihuánát és állítsa meg az elektromos cigaretta használatát. De sajnos itt tartunk most. Ö, kétségtelen egyébként, hogy a cigaretta, a cigarettának nagy szerepe van az egészségkárosító hatásban, csak nem 500 ezer ember hal meg évente az Egyesült Államokban a cigarettázás közvetett vagy közvetlen hatásai által. Ez az, amit az elektromos cigaretta meg tudna előzni. Egy áldás lenne a közegészségügy szempontjából, viszont ugye nem tartalmaz kátrányt és vegyszereket. A, a szabályozók ö, teljes félelemben élnek, hogy ugye még nem ismert az e-cigaretta, figyelmen kívül hagynak minden, ö, minden bizonyítékot, és ö, még ugye azt is mondják, amiről múltkor beszéltünk, hogy sokkal biztonságosabb, ö, mint, a, mint az elektromos cigaretta, az analóg. Ö, miközben az analóg cigarettában is, ugye, csak a nikotint, ha kiemeljük, az semmi probléma nem lenne vele. Ö, a. Akkor mit mond? Ö, ugye itt jönnek megint ezzel a felülvizsgálat, és ezért rémültem megint az egymillió millió dollártól, de itt is ezt írják, hogy. hogy minden új termékre ez lesz, egymillió millió termék, és itt biztos nagyítani akartak kicsit, is több mint 1700 óra az, ami alatt elbírálják ezt, és ez uh, itt egy emberre, nem egy emberre, hanem egy rétegre térnek ki, akinek ez baromi rosszul jöhet, mégpedig a kisvállalkozások, amelyek nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, és azokkal a, a, um, az anyagi, uh, háttér, nem, nem, rendelkezik azzal az anyagi háttérrel, uh, hogy ezt, uh, ezt meg tudja finanszírozni. Ellenben a nagy dohányipari cégek Na, ezekkel minden rendben lesz, mert vagy ki tudják fizetni, vagy nem lesz nekik megerőltető a dolog. Viszont a kis cégek voltak, és erről sokszor beszéltünk az adásban, hogy a kis cégek azok, akik az e-cigaretta innovációját viszik előre-előre, egyre jobb termékeket hoznak be, többfajta terméket hoznak be, és ugye minél, minél több kis cég van, annál szélesebb lehet a piac, mert az egyik ettől a beszállítótól, a másik attól a beszállítótól más-más termékeket hoznak be, tágul mindenkinek a látóköre. Na, ez fog megszűnni. Azt mondják még, hogy hogy, hogy, hogy? Igen. Megemlítik a, a nagybritanniai orvosi kollégiumot, a, amik ugye kiadták a, a saját véleményüket, hogy ez körülbelül 5 a a veszélyt tekintve, mint igazi cigarettát szívnál. Ugyanakkor a, a, hatóságok által kidolgozott jelentés kifejtette, hogy, hogy azt mondja, hogy mit mondott? Várja. Nem, 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 ezt a New York Times mondta, ugye, hogy megvan nem, a lehetőség. Az, az egyik közreműködő vezető személyiség fejtette ki a New York times A New York times igen, igen. Aztán, ugye, jött a, a következő bekezdésben, ezt ezt mondtuk már? A, a Mark Marktvénes idézet, hogy mi sem egyszerűbb a dohányzásról való leszokásban. Jó magam is megcsináltam ezerszer. Tehát. Az a nagy gond, hogy Mark Twainnek nem volt lehetősége elektromos cigarettát használni. Úgyhogy kicsit oda piszkál, kicsit oda szúr, de ez a mondat, ez, ez, ez mindennél jobban elárulja, hogy mi a picsáról van szó. Egyszerre legalizáljuk a marihuánát, lásd, amiről az előbb beszéltünk, és egyszerre tiltjuk be az elektromos cigarettát. Hát szóval, hülye egy világban élünk. Közben eszembe jutott menet közben, a, szintén a, a Lordok házában, ha, ha emlékszel arra a részre, amikor arra az ellentmondásra hívja fel a figyelmet az öreg, és úgy ö, jellemzi a, a hagyományos leszoktató módszereket, hogy a, a vadul népszerűtlen nikotinpótló ter, 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 terápiák és eszközök, tehát a vadul népszerűtlen, és hogy miért van az, hogy az elektromos cigarettára a benne lévő nikotin miatt rá kell írni, mint a cigarettákra, óriási felületeken, hogy ez bizony egészségkárosító, ellenben az ugyanolyan nikotintartalmazó, vadul egyszerűtlen leszoktató terápiás eszközöknek, vagy nikotinpótló eszközökre, ezt nem kell ráírni. Ebbe vajon mi a logika? És erről eszembe jutott régebben, már nem emlékszem, hogy ki mondta, de szintén a, a, nikotinpótló termékek népszerűségének a kapcsán, hogy ő még nem hallott egyetlen egy volt dohányos sem kiállni transzparenssel a kezében az utcára, hogy mentsük meg a nikotin tapaszt. <laughs> Szabadságot a nikotin tapasztnak. Free nikotin tapaszt. Adják vissza a nikotinos rágógumimat. Ezzel szemben ugye itt van az elektromos cigaretta népszerű, mint a rosszabb, a használói az utolsó tíz körmükig és a leheletig védik az igazukat. Úgyhogy De hát most igen. azt te el tudod képzelni, hogy, hogy be akarsz vezetni egy, egy új likvid ízt, és, és mondjuk csak négy erősségben az azt jelenteni, hogy 250 Millió forint egy erősség, akkor egy milliárd forintot kifizessé, hogy legyen 03612. Ha Há, hát, meg... zsebből, ott lesznek a kis laborok. is hát emberkék. abba a pillanatban nem, nem is, tudom, elmennék cipésznek, vagy, vagy valamit. Szerintem akkora ökörség, még Amerikában is biztos vagyok benne, hogy a cégek 99%-a nem tudja kifizetni képtelenség. A, hát mit, amit itt Charlie így. mondott, éves bevétele 10 millió dollár. Be kéne fizetnie 75 milliót. Gratulálok. Na, hát ott, csak 8 év, és kijöhetsz egy ízzel. Most ott, és éve, éve. Éve, ott lesznek a laborokban a kis emberkék, és jön, hogy főnök, főnök, nagyon jó ízkombinációt találtam, itt ezt ezzel összekeverjük, és itt kapja a sallert. Kinek van erre pénze? Mennyi idő alatt térül meg? Hát, ha mindenki ezt hívja a világon, csak 80 év, és megtérül. Tudod, van egy cég, 10 milliós bevétele, kifizeti a 75 millió dollárt, másnap kiszáhozza az amerikai adóhatóság, hogy miből fizette ki. Igen, ez olyan vicc, az a régi vicc, hogy hány embernek kell felszállni a következő megállóba, hogy senki ne legyen a buszon. Igen. <síns> <síns> ez egy rossz Képzeld el, hogyha egy millió dollárt be akarsz hozni, és egy üvegre csak egy dollár teszel, akkor egy millió üveget kell eladnod, hogy nullszaldós legyél. És visszajöjjön az a befektetett lóvé. De hát mire? Egy millió. Betegek ezek. Tényleg az a szívlapát az kéne mindenhol. Kéne. Minden kéne. sarokra egy szívlapátot. Kéne. Lehet, akárhonnan nézed, annyira groteszk és abszurd az egész, és, és hihetetlen. Hogy és mégis, és mégis megy tovább az útján, mint az elgurított kő. egészen elképesztő. Hát állít, állítom nektek, hogy, hogy ezt ha, ha, nem a 21. század elején lennénk, hanem mit tudom is én a 19. század közepén, ezeket már kővel megdobálták volna. Tuti. Tuti. Feszítsük keresztre! <gül> <gül> ők meg énekelnék föl, hogy Always look on the bright side, side of life. Tudom, 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 tudom. <laughs> Ez Na, de hogy, hogy összefoglaljuk egy, 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 tömör Google doksiba, hogy, hogy mennyire fos a helyzet nem csak nálunk, hanem az egész EU TPD implementáció kapcsán. Mújó, te kapcsolatba kerültél Vonk7-nel a Twitteren vagy nem. Übként Martin vonk a Hollandiából, ha emlékeztek rá, volt egy ilyen TPD-s betelefonálós konzultáció egy időben. Ő volt az a holland gőzlér, aki betelefonált és egyenesbe kérdezhetett az illetékesektől, és kapta a hülye választ rá. Na, ő kezdett el összeírni egy ilyen EU tagállamokra kiterjedő kis táblázatot, hogy mégis lássuk, hogy a, az egységesnek szánt európai szabályozás mégis mit hoz magával, és még nincs még rajta minden ország, de gyűjtögeti az adatokat, és, és jegyzi, hogy a termékbejelentés költsége, határokon átívelő kereskedelem, online kereskedelem, nullás likvidek online kereskedelme, lehet-e kóstolni a boltokban, vagy sem, korlátozzák-e az ízesítéseket, korlátoznak-e eszközöket, terveznek-e adót kivetni rá. Tehát így nagyjából közterületen való gőzölés, reklámozás, tehát alapvetően minden korlátozást érintő kérdésben összesíti így a kis dolgokat, és hát így, mint hogyha egy marék borsót szétszórnál kb. annyira nyújt egységes képet. A, Figyelj meg, Krisztián! Az egységes ö... európai szabályozás. Apró észrevétel, azt megírnád neki, hogy, hogy a táblázat legyen legalább annyira széthúzva, hogy el lehessen olvasni? Mert mondjuk rögtön a notification cost per prod, oké, okay, prod act, de, de van ott, ami még így lemaradt, például ott a, a, Lengyelországnál progresszív, de mi a, de, de után mi jön? Én nem de tudom, product. szét, nem tudom széthúzni, az az igazság. Mert ez már egy HTML, jobb gomb, inspect. Bejön a kis bigyó. Per prod. Egyébként ott annyi van, hogy per prod. Gondolom ja. a product rövidítése, Fattis. tehát a termékekre vonatkozó. Na jó, de most mondd el ezt egy usernek, hogy nyomjál rá az inspect elementre. annyi kéne csak tényleg, hogy izé, hogy ö, kattintson már kétszer a, 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 az oszlop elválasztóra, azt akkor ja, ja, ja. széthúzza addig, mert az tökre Tökre, ez tökre Ez export ebből, igen, ez ja, egy de Hát, te hát meg tudná azt ő osztani úgy, hogy, hogy hogy euh, nincs hozzáférése, Aha, csak... megmondom neked, ha azt a per pub HTML-t kitörlöd a végéről, akkor bejön rendesen. Ó, oh, fuck this. Mit akarsz te? Homokórázol. Az anyád úristenit. Mindegy, nem törlöm ki. Az egyébként látszik gyönyörűen, hogy a, a Hungary sor végén szerepel egy általunk is ismert úriember neve, nem mondjuk ki a nevét. Olvassátok meg ismeritek, nagyon nagy celeb. És, és, azt látom, hogy, hogy azért kemény, tehát első vonalasak vagyunk. Tehát amelyik sorban nem kell látni az országokat, csak az szerepe, hogy nem engedélyezett, nem engedélyezett, nem engedélyezett, nem sok ilyen van. Spanyolország, Szlovénia, Lengyelország és Magyarország. Ja, meg Belgium. Szóval, Uh, elsők vagyunk. Hát persze, hát tudod, és mondhatjuk, hogy de mi mutattuk az utat? Hülye faszok. Jó, a celebségről jut eszembe, ezt, el ezt is Igen, mondani. most jutott eszembe. Na, meséld, mi történt veled a héten? Hát hétfőn sétálok a Dob a fogorvosomhoz, süt a nap, nézelődök, lóbálom a kis elcikit a kezembe, és egyszer csak rám üvöltenek egy mellettem elhaladó autóból, a sofőr kihajolva az ablakon, hogy hello, jó, és így egy pillanatra láttam, csak úgy, hogy nem is sikerült felismernem az illetőt, de hát... Emert. Jelentkezzen a szerkesztőségben. Felismertek az utcán, teljesen elképesztő. Ez most már kiléptél a béta állapotból, celeb 10 nulla. Akkor a mellényem lett, hátrébb kellett tolnom a széket az asztalt, hogy <laughs> <ilyesként. gül> Jó. Jó. A, ezekkel a nagyon magvas és tényleg nagyon hosszú, de, de mégis... Ö, értelmes témákkal szerintem végeztünk. Egy kicsit könnyedebb jön. Nincs ez olyan messze, nincs ez olyan közel. <coughs> Jobbulást. <coughs> de Vienna Vape Show ö, lesz júni 11-12-én, és végre megjött Mujónak is a akkreditáció. Bár Boris ö, kacagott rajtunk, hogy sajtó, sajtó, de hát igen, bizony, mi kimegyünk, és jól meg fogjuk ö, szondázni, hogy milyen ez a 6000 négyzetméteres Vienna Vépsó, ez a Bécsi Vépsó. Egyébként mondjuk a döme is kint lesz, de, mint kiderült, hát dömének van ott egy hasziendája, úgyhogy ő onnan fog menni. Meg még egy pár magyar ö, is jön, vagy velünk, vagy nem velünk, de de mi készülünk, és ö, ott lesz Fifika is egyébként, csak egy, egy más megközelítésből, de majd csinálunk szelfit, meg anyám kinyát, meg próbálunk egy-két riportot, meg videókat. Úgyhogy, azt nem tudom, olvastad, Fifika, hogy írtam mújónak, hogy ú, ez tök jó, akkor most már csak el kell intéznem, hogy aznap ne dolgozzak, és akkor viszem az új kamerát, a régi kamerát, a mikrofont, a puska mikrofont, a felvevőt, az anyám kinyát, az álványt. Mújó ennyit ír, oké, én is készülök, elviszem a telefonom. <laughs> az a túlélő készlete konkrétan. Nem, ehhez ismerni kell azt is, hogy van nekem egy, egy, igazi régi vágású, még korai szakaszból egy EOS 10D digitális DSLR-em, de hát ő bár megbízható, de annyira öreg jószág, hogy a, a, mobiltelefonok CCD felbontása már azért nagyon durván felülmúlta a teljesítményt, úgyhogy tényleg lassan jobb képeket lehet készíteni velük, mint a kis régi sok mindent átélt DSLR-emmel, úgyhogy a legjobb készülékemet viszem az alkalomra. Aki egyébként jönni szeretne, az úgy számolja, még 30 napja van, hogy ez júni 11 és 12-én lesz, és 10-től az nem az, a normál tikett, vagy a normál jegy az 15 euró egy napra, két napra 20 euró, a 15 eurós tiket az déltől este hétig, a 20-as is, csak hogy az mindkét napra, és uh, míg a 15 eurós uh, egynapos jeggyel, uh, ugye csak délben engednek be, és sorban állás, itt a, a drágábbik jegynél van egy VIP, vagy Easy Access, vagy mit tudom is én, milyen sornak nevezzük, és lesz még ott kiállítói egy is, meg a Már egyébként a, a, az akkreditáció lezárult, tehát hogyha más nem jelezte, akkor, akkor szerintem mi leszünk így itthoni vép szcénából ott egyedül, akik így videózgatnak úgy, hogy jó, várjál, hallod, Fifika nem jöhet be a VIP-ba, képzeld el állítólag. Rá, nem, ír, nem, nem. Ráírtam a figurára, hogy jó, 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 de azt olvastam, hogy a VIP-t külön jelezni kell, hogy oda bemennénk, mert hogy tölteni meg, mit tudom is én ott, ott beszélgetni emberekkel. Nem, nem, a presztiket az jó oda. Ó, mondom, ez zsír. Na, akkor ott találkozunk. Hát ezt írták előre, egyeztetni kell. Te most egyezt. Az annyi. Majd annyi. integetünk fifikának bentről. Ő meg, mint a szegény gyerek a csoki bolt előtt Vagy Nagy, szemek, nagy könyv szemekkel nézve. Úgy, felett. hogy a bal kezünkben a méregdrága modunk, a jobban meg mondjuk a beluga kaviáros szendót, ahogy esszük. Ez ezen, ezen de. most olyan jót kacagok, de majd, ha ott leszünk, akkor, akkor nézzük meg, hogy ki hova tud bejutni. Jaj, Na, vigyázzunk is. a szánkkal, Charlie, mert ez ott, ott leszünk, és ránk a biztonságiakat valami mondva csinált ildikós <laughs> indokkal. Oda megyünk majd hozzá izélni, hogy ő nem tudnál adni valami kis repi ajándékot? Úgy hallottam, hogy ez a blosszig, ez valami jó cucc. Na, de egyébként, ha valaki, bocsánat, VIP egyet akar venni, és ott bandázni a nagyon VIP csávókkal, 130 euró, és az mindenhova jó. És még és hozzá még kap ajándék egy ajándék, kap. igen, ajándék, hátizsák tele mindenféle földi jóval, ami nem 40 ezer forintos kazán lesz, de és tízkor már ő bemehet. Ez egyébként egy bazi ipari épület, valahol ott a, a, az autópálya környékén, meg a reptérhez közel. A kívülről totál úgy néz ki, mint egy bazi nagy pályaudvar. Igen, az igazán menők azok repülőgéppel jönnek egyébként. Mi nem azzal megyünk. Úgyhogy én azt várom, várom, milyen lesz, várom, milyen lesz, mert aztán, ha ez bejön, akkor utána... Hol lesz Dortmundban? Dortmundban lesz az Inter tabak, igen. Az mondjuk annyira nem érdekelne a tabak ha, létte, Hát ez egy hát... dohányipari szakkiállítás, de ennek a fele nagyjából egy cigaretta. A tavaly az egészen káprázatos volt, szerintem az idei is az lesz, majd látjuk. Hogyha tudunk annyi meghívót összeszedni, meg össze tudjuk szervezni az utat, akkor természetesen elintézzük, hogy a, a párásító szerkesztősége ott legyen Dortmundban. Az, most egyébként szeptember 16-18 az intertabak. Hm és ott lesz még közötte június közepén egy egy hónappal, ja nem egy héttel a, a, a Bécsi után, ugye a Varsói ezúttal már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő globál fórumon Nikotin, ami meg inkább a tudományos e, e, életszereplőit és a, a, az aktivistákat verbuválja, a szakmát verbuválja, és nem a forgalmazókat össze. Egyébként én ezt a részét e, úgy képzelem el, tehát ne konferencia jelleggel képzelje senki a, a, a Bécsi Vépsót, mert ez inkább a fesztre megy rá, tehát a, a kiállítók, vásárlás, ö, gőzeregetés. Olyan, mint egy BN, régi BNV, mint a Budapesti Nemzetközi Vásár, csak csak cigibe. -cigibe. Ja. Igen. Úgyhogy... Ö, meg velünk. Az meg aztán végképp. Úgyhogy én, én készülök itt mindennek, Krisztián, tehát mikrofon, meg az anyám kínja, annyi Ö, riportot csinálunk. Mit, hogy... mit mondtál, Csárli? Mennyi, mennyi, négyzetméterre a, a Bécsi Vépfest? 6000. Jó, tehát Dortmund az 30 ezer négyzetméter. Jó, a lakásról meg 32 ezer négyzetméter <laughs> nap. meg mondjunk akkor nagyot. Faszom. Nem, 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 most direkt. Ha jó, de hát gondolom, a... hogy több is a, 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 a kiállító, meg a, szakmai gondolom, ez ilyen átülünk a másik asztalhoz, beszélünk, neked mi van, hogy tudnál szállítani, mik a kilátások, meg az anyám kinya. Érdekelne egyébként, mert azt nem láttam itt a, a Bécsi Vépsónál, hogy nézegettem én a sajtóanyagot, de olyan programot igazán, én azt kerestem volna, tudod, hogy ez felszólal, vagy az lesz, vagy meghívtuk Phil Buzardot, meg az anyám kinyát, de ilyet nem leltem sajnos. Tehát Dortmundban például a kazának ö, volt külön kiállító tere, meg konferencia ö, ilyen szobája. Ö, <hül> Tehát ö, mondjuk ebből a 30 ezer négyzetméterből lehetett olyan 12-13 ezer négyzetméter, ami csak egy cigaretta. Tehát óriási ö, súlyjal. Volt már ott a, az elcigi, és ez minden évben azt mondják, akik év, évről évre járnak, ez minden évben egyre nagyobb. Tehát nyilván egyébként abból a szempontból is érdekes volna az idén ott lenni, hogy pont ez a váltás éve, hogy vajon ott a, a szakmai közönség mit, mit fog erre lépni, vagy milyen irányok lesznek ebben. Úgyhogy minden esetre meg, megpróbálom, hogy, hogy, mi is menni tudjunk, így hároman. Szállást meg majd elintézzük ott, hát most ez a pár száz euró, érte. Bagatel. Bagatel. Igen, már látom, hogy az állék felfegyverzett elektromos cigaretta forgalmazók és gyártók védelmezik a standjaikat az öngyilkos merénylőként rájuk rontó demének és horvátok ellenében. De tudod, seggel előre rohan, hogy ide kérem a glicerin! <laughs> Hülyébek Hű. vagyunk, mint a sok éves átlag. Kérem én, szépen. én azt gondolom egyébként, hogy az volna a fair eljárás, gyerekek, hogyha a kijutunk, akkor az Ildikónak biztosítsunk helyet. A kocsiban? Hú, vigyük Ki, vigyük ki magunkkal, már tényleg közelről ilyen. Jó, ne csak beszéljen róla, hanem, hanem Sokot hogy így. kapna, így... nem már. És mondanám neki, hogy Ildikó, Ildikó, itt az út elején egy, tegeződjünk, kettő, be kéne szállni az üzemanyag költségbe, de kurva szarú fogyaszt az autó, 25 liter teszik százon, úgyhogy hát így kéne, na ezt szétdobni négy felé. És akkor behoztuk az üzemanyag költséget legalább rajta. Igen. Sopron környékén eladjuk az egyik veséjét. <laughs> Egyébként egy pici off, és visszatérek megint a könnyed témákhoz, és megint erre a tetves, nyüves taxis ra Emlékeztek ti a Totári a Johnny Kebre? Hogyne. Ne uh -huh. Nehogy megtudják, hogy ez vár rájuk húsz év múlva. <laughs> Az zseniális volt. Épp megnéztem, ma valahogy beugrott Johnny Cab, és mikor nem akar elindulni, induljunk, induljunk. Kérem a címet! Induljunk valahova most azon, kérem a címet! És abban a pillanatban lerúgja onnan a picsám, vagy itt is ez lett. Lerúgják a tarkóját, meg, és ott van egy botkormány, mert Johnny Cabnek nem kell, de ott van egy botkormány, ha lerúgnád, akkor tudjad vezetni a, a, a taxit. Ó, istenem. Oh, volt a héten a HVG-nek egy ilyen videó összeállítása valami Bazd külön, meg, hallod! És rendkívül megbízható arcú és intelligens várja, <laughs> beszédű várja, ember várja. mondta el a véleményét. A legnagyobb, az egyik, az szerintem még nem jött le az elvonóról, vagy, vagy még reggelbe dobott két feles, hogy ne remegjen a keze. A másik meg, az figyelted? Ha, vész, ha, nem mondja már meg nekem senki, hogy egy <laughs> szoftver megmondja, hogy hol van dugó. Ha, hogy? Hát ilyen nem létezik, tudod? Hát ilyen nincs. Ha honnan tudja, hogy a dugó van? Az meg mondom, ez komoly. Ez komoly, Atya, csak. Úr Isten, az Honnan? Egy program, hogy mondanám meg, hogy a dugó van? <hállt> ez is mondják, ez is mondják, hogy újbetűt formáztunk ott a, a, a hősök terén, ha, <hállt> ha, ha. Ez szerintem egy jó poén volt. Igen, bazd meg. Hát szerintem ezt beszoptátok. Tudjuk, hogy nem vagyunk népszerűek. Hát nem, hát nem konkrétan. Ó, bassz meg. Rámenjünk az olvasói kérdésekre, nem lesz ö, sok. Menjünk, menjünk. Jó. Az egyik, ha hogy. Menjünk. Ja, igen, lehet, hogy kocsis Tomi jön velünk a Vépkonra. Mondta, hogy ha úgy alakul, lehet, hogy beugrik, illetve Andorka. A másik, hogy aki akar jönni, és nem fér be a kocsinkba, attól függetlenül még jöhet, azt ott találkozunk, vagy valami, vagy bármi. Pandár Péter kérdezte, hogy mi van az EU-ban, lesz központi minimum jövedéki megalapítva a legvidekre, dohányterméke az EU szerint az elbagó. Mi volt pontosan a Totally Wicked hasalása? Nem, hin, nem, mindenki bírja magas... Jó, ennyi. Totally Wicked hasalása. A többit azt szerintem kibeszéltük. Igen, igen. A Total Viking hasonlását is kibeszéltük egyébként, Azt mert is. konkrétan elmondtuk, hogy mire hivatkozva buktatták meg. Nem egyforma a két szabályozás, tehát nem százszázalékig ugyanaz a szabályozás vonatkozik a Dohány termékekre, mint az elektromos cigarettákra, innentől kezdve a bíróság álláspontja szerint nem történt hátrányos megkülönböztetés, mert másképp lett szabályozva, innentől kezdve minden a legnagyobb rendben van. És Ez itt az említsük, az egyik, a, a másik pedig, hogy igen, lesz ö, ö, jövedéki minimum az e-bagóra. Tehát a, az EU-s előgondolkodók már, már ebben gondolkodnak. Tehát azt hiszem, hogy a 2016-os jövedéki tervezetben már benne van az e-cigaretta is az EU-s központiban, és lesz egy minimum ö, jövedéki, amit ö, minden tagállamnak kötelező lesz ö, betartani. Erről nekem a Holló című film jutott az eszembe, óhatatlanul is, mint többször eszembe jut a Holló című film ezekről a dolgokról. Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! Gyújtsuk fel! <laughs> a, maradjunk magyar filmeknél, könyörgöm, akasszuk fel! <laughs> És akkor itt szeretném megemlíteni, nem kérde kérdés volt a mi részünkről, egy óvatos, finom kérdés, nem emlékeztünk, hogy mikor beszéltünk az RCP-ről, és egy ilyen kis sunyogós kérdést föltettem, hogy na, kedves hallgatók, ki tudja megmondani melyik adásban, és mikor volt óra-perc az RCP-ről szó. És természetesen, nem mondjuk ki, Lackó Attila annyit ír csak aranylövés, 1220 12 20 bunkó, remélem nyertem. Szóval, kemények ezek, mint a kátszéle. Tehát megmondják másodpercre pontosan. Itt is köszönjük szépen. A másik, és ez ez egy ilyen kis kis háttérinfo a Svomestó házatájáról, ugye, múlt héten bejelentették, hogy ö, K4 fervel, aki nem tudná, mi az a fervel, az nézzen több sorozatot, vagy, vagy egyébként is nézzen utána. Viszont ö, ma meg kirakta a Swomesto, hogy Kaifun 5 is coming. Tehát... Ö, Winter azt a, is coming. Hogy, hogy ez fura egyébként, hogy ö, már annyira sem követik ezek a, a trendeket, illetve lehet, hogy rájöttek, hogy ez egy alapvetően szar konstrukció volt, és meghagyták a, a három pluszot, Ugye? Vagy mit van neked, Fifika? V3+, 3, plusz, ami jó igen, egyébként. Igen, és azt mondták, hogy majd most jönni fog valami K5, úgyhogy reméljük, hogy az nem 47 darabból lesz ógyűrűk nélkül. Ö, meglátjuk, meglátjuk. Tesztelni nem fogjuk tudni, mert egy, na, nem lehet már, meg kettő, ö, nem is árulja itthon senki az eredetit. Meg nem is fogja. Ha csak nem lesz egy olyan trafikos, aki berakja a bódba. De hát nem TPD-kompatibilisan már voltják. Sem, pláne. Úgyhogy ennyi. Azt szeretném megjegyezni, hogy a Boris kiröhögött minket, de ezt már mondtam, de most még egyszer a szemem elé került, hogy sajtó lol. Úgyhogy engedelmetekkel annyit írtam neki, hogy Boris csatornáját küldtem el először, de kiröhögtek vele bennünket. Úgyhogy hát tényleg készülünk, tényleg készülünk. DJI Osmo z axis -szal. Meg az anyám kénye. Most mutatták be a napon, tehát ez annyira friss, hogy még mindig nincs az országban, és tükrönülök, hogy már megjöjjön. Úgyhogy zseniál lesz, zseniál lesz. Krisztián készül, sokat fogsz beszélni mikrofonnal a kezedben. Én meg végre mondhatom azt, hogy cica pipa, cica fipa, csapó. Oké. Azt mondja, ez kitárgyalva. Olvasói kérdés, már hogy értelmes. Nem jött több sorozatom van. Sorozatom van, és most egy picit könnyebb, könnyedebb sorozat ö, említését tenném meg, mert azt én néztem mind a négy évadát idáig, ilyen agyzsibasztónak pont jó volt, meg van benne egy jó nő. Ez a New Girl volna, a, most az ötödik évad, valamiért nem tudom, hogy miért az kimaradt idáig, azt most megint beraktam a feedbe. Csajos ö, estére, mikor ö, nem tudtok mit csinálni pasik, és az asszony is nézne valamit, akkor majdnem azt mondom, hogy white zombie, de nem, walking dead helyett pont tökéletes, mert ez, ez, ez na, ezelől nem szaladnak el a csajok. Azokor ilyen, az estéken, amikor túltenk bennünk az ösztrogén. Igen, és akkor utána kedvesek vagytok, és utána ti is kaptok valamit ilyen kézkezet most alapon. Úgyhogy vannak nagyon jól túl, túl gestikulál túljátszott, ez nézed, Mújó? Nem én. Nem, pedig fú van benne nagyon jó ö, túljátszós, túlpedáns zsidó karakter benne, zseniális, én azon mindig beszarok, meg a hozzáélő indiai jó nő. Úgyhogy ö, ennyi, aztán, hát én most le vagyok maradva, és hogyha nem podcastelnénk, akkor a Fear the Walking et nézni, mert nem néztem még meg a hétfőit beszarás. <hül> És most döbbentem rá egyébként, hogy na, bassza meg vikinget is mikor néztem utolja vikingeket. Hát fél évad van, vagy én nem tudom mi. Én azt bedaráltam a múltkor. Hát úgy, hogy odáig megnéztem, de azóta semmi. Én végignéztem. Hát, várjál már egy picit, akkor most fordítok a telefonomon, és nézem, hogy Vikings 4 per 10. Igen. Ne bassz már, hogy nekik most 10 volt az évad? Igen. A kurva anyjukat. Hát akkor letudtam ezt az évadot is. Tizenkét majom még mindig nyögvenyelős. Ellenben elindult a Person of Interest ötödik egyben utolsó évada, és itt már nagyon durván egymásnak feszülnek a mesterséges intelligenciák. Még nem bontakozott ki a teljes cselekmény, úgyhogy izgalomkal telve várom, hogy mi lesz itt még. De lesz haddel hadd. Na és mi ez a Bobby Ewingos nem halt meg? Ha spoiler, aki Game of Thrones néz, és le van maradva fogja be a fülét, nem halt meg. Nem halt meg. Nem mondjuk ki, de nem halt meg. De hát figyelj már, Krisztián, az már... Az, az már ezelőtt egy, egy része a halt meg. ezelőtt is tudtuk, amikor kinyitotta a szemét. Ja, jó, tényleg. Oké, okay, akkor... nem spoiler Akkor ez nem spoiler, de akkor azt spoilerezem, hogy föláll, főcsatolja a kardját, és közli, hogy kapbegyíkok, én leléptem. És, de, de, előtte még kinyír mindenkit. Igen. Ja, és jelezném, hogy megkezdtem a derdevő második évadját. csoki zörgés alapján azt vártam, hogy azt mondod, hogy és jelezném, hogy megkezdtem a következő tábla csokoládét. Nem, nem. Derdeviles 02. Hajás. Most már végre, végre van valami gúnya rajta. Ördög szarvas. Úgyhogy jó lesz De. az is. Hát akkor a seggére vertünk a sorozatoknak is. Magdis. Jaj, jó. Ah, van valami még, fiúk? Mm, nálom nincsen. Videó és kultúra van. A videót most kivételesen én tettem be. <laughs> várjatok, várjatok. Ezt nem tudom, hogy képet lementem, vagy valami. Párasító podcastbe berakta Boris, nem tudom, láttátok-e, a, a VR ö, tech, nem a tech, a, a gaming csatornája, tudjátok, a Jani VS Pisti. Igen. Volt egy kérdés tőlük, hogy elég sokféle módon próbálnak most végigjátszásokat közvetíteni, hogy mi legyen, hogy legyen, és ez a Lackó Attila gyerek bekommentelt, engem kifejezetten kikapcsol az egyórás gameplay, inkább nézek Dark Souls, mint, mit tudom is, Izaurát, vagy valami hasonlót. Na, ez óriási magas labda volt. Boris screenshotolta, majd utána egy picit szerkesztett rajta. Inkább nézem az egyórás gameplayt, Dark Souls-t, mint hallgassam a fos párásítót. <laughs> És ezt így betette a párasító podcastbe, de volt olyan kemény keménytökű Attila is, hogy hogy utána vette a lapot, vette igen. A lapot és, és nem mentegetőzött. Várjál csak? Ezt nem is láttam. Az, az volt a gáz, hogy én elolvastam, és én azt hittem, hogy tényleg valahol ezt ő leírta. Nem, hát jó, mondjuk föl kellett volna venni az olvasó szemüveget, mert látszott azért, hogy ott, ott a tipó nem stimmel. De én megértettem de az, az... üzenetet, a mögöttes jelentés Igen, tartalmat. De odaírtad, remélem, hogy Photoshop, hogy... erre Szeder Péter, aki állítólag a Lackó barátja, odaírta, hogy ebből nem derül ki semmi terhelő Borisra nézve, ez is lehet fék. <laughs> arra gondolok, hogy remélem, hogy ezen a héten javult a hangminőségem, és Lackó Attilának nem kell más adások felé kacsingatnia igen, 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 reméljük, reméljük, reméljük. Illetve nem is az olvasó, nem hallgatóknak ezt tőled kérdezném, hogy hogy fordítanád le szépen azt, hogy dual hat bar? Hogy mit? Ha kimondol, Akkor inkább, inkább úgy mondom, Hatsu Extension Dual Bracket Bar Mount for DV Camera Video LED Light SLR Ó, Rig. Ezt egyszerűen. Bizbasz. Kütyű. <laughs> Jó, oké. Figyelj, keresd már ilyen kütyüt nekem Magyarországon, mert ez kéne nekem nagyon a vépsóra, vagy a vépfesztre és fest nem találok sehol Magyarországon. Tízezer ér rakja be a Lackó Attila, amikor egyébként ötezer se az ára. Ha jól látom, akkor az olyan, mint egy feltartott tenyér, amiben beleteszel egy telefont. E, majdnem. nem, kettő olyan is van. Igen. Nem? Az amire. <laughs> Jó, oké. Azt hittem, ja nem azt nem te mondtad, hogy szigetelő szalag. Jó, oké. Jó, akkor húzzuk be a kaput magunk után. Bekeret gavronizátorra. Jó, és oké, és nem mondom ki egyiknek tijedik. se az árát, hogy mit akarok összeragasztani, mivel. Figyelj már, mit raktunk be videóba? Videóba természetesen a Azt puszi nem hiszem, ne. featuring Jordán Adél legújabb Chris videóklipjét. Christian. Krisztián, tűnje ezzel a szarra. A faszom, furgon a tengerparton. Érdekel ez valakit? 2700 megtekintés. Ja, egy nap alatt. Már ah. Mária nyomok rá, így. még nem néztem meg, de egy dislike kap tőlem. Bum! De ne legyél már tróger. Jó van? Nem. Majd miután meghallgattam utána. Nem, akkor csináljuk ma azt, hogy ezt a kultúrába rakjuk, és akkor a kultúrát meg... Mi a kultúra? Ja igen, a, a Johnny Cab. Ö, azt meg berakom akkor a, a rendes videóba. Én egy ideje nem igazán érzem a, a, az érzékelhető különbséget a videó és a kultúra rovatunk között. között Csere Fifik Fifika hibája. Ó, Istenem. Ott mindent elbír. Jaja. Ja. Ha nem, de. Mi ja, van ma? Na. Csütörtök. Én vagyok a hibás. Szerda van. csütörtök van. Már elszpoilereztük múltkor, hogy szerdán veszük fel az adást. Ja, jó van. Jó. Na, mi legyen a cím? Hát megbeszéltük, hogy már nem beszéljük meg a címet majd. Ja, hogy majd megtudják. Ha Ennyi. Hozzak. Ennyi. Addig Ennyi. még... De sok volt a hülye, úgyhogy nagyjából lehet sejteni, hogy a szó benne lesz. Meg amerikai is. Hát ez a kettő, ez már igen nagy átfedésű halmaszt eredményez. Na, gyerekek, szerintem beléptünk a két órába. Húzunk hát rólót. Egy biztonsági 15 percet rá kéne húzni, hogy egy... Persze, part. 15 percet biztonsági. Hát tudod, hogy a vágok, akkor akkor mégsem menjünk két óra alá. Nem? Nem. <gül> Nem. <gül> Nem. Jó. Nem. Akkor Attila. így, így Attila, Attila, -A. Én, akartam. -A. én akartam, Los Angeles így járt. Én így jártam, vagy Attila így járt, én akartam, te ellenkeztél. múljó meg így csöndben, hallgatólag jóvá hagyta ezt, hogy tegyük Bár most le. Hát ne, a hallgatás, beleegyezés, ennyi. Igen. Na jó van, fiúk, akkor mi, ö, technikailag letesszük, elköszönünk, de még valamiről akartunk beszélni adáson kívül, úgyhogy a többieknek így integetünk, mint a szépségkirálynők. Szevasztok! Sziasztok! Cső! はい。<laughs>